kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen is nyáron a hajnal hasad, ha meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, lehetsz már korán, vagy egy hiány búz. Tudod, hol a helyed, ha robban két szó. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klasszik FM. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Egy életmentő agyműtétet végeztek el egy aranyhalon Ausztráliában. Több szempontból is érdekes ez a dolog, az ember először átolvas, és azt gondolja, de helyes történet. Aztán, amikor kicsit belásod magad, és elkezdesz gondolkodni azon, hogy egyrészt ki akar megmenteni egy aranyhalat, kettő, milyen érzelmi viszonyba tudsz kerülni egy aranyhalal, kettő, megére, vagy három, megére $300, hogy leoperáljanak az állat fejéről egy hatalmas tumort. Történt ugyanis, hogy emberünk, aki nagyon ragaszkodott az aranyhalhoz, észrevette, hogy hát valami kinőtt a halának a fején. És ő nagyon szerette ezt a halat. Erős érzelmi kapcsolatban álltak a hallal. Istenem, de szép lehet. George, így hívták a halat. Rábízta az állatorvosokra. Gyuri volt az aranyhal. Rábízta az állatorvosokra, és azt mondta, hogy bármennyi pénzt hajlandó kifizetni, de mentsék meg az aranyhalát. Egyébként úgy néz ki, hogy az aranyhal most már jól van. De jó. Fú, már nagyon izgultam. Egyenesen úszik, az miből látszik, a jól van? Az, hogy már úszkál. Aha. Mert eddig a dudor miatt így lefelé állt a fejet, és karcolt az akvárium alját, az most már nincs ott, úgyhogy visszaállt rendesen. Hogy a francba lehet érzelmi kapcsolatba kerülni egy aranyhallal? Ahogy egy óriás kígyóva. Most komolyan. Hát de még egy kígyóba is több van. Hát nincs. De szerintem egy, nem sokkal. Szerintem egyel több. Kígyóban. Figyelj. Legalább a szektot simogatni. De ehogy is. Hát, na, abban igazad van, hogy meg lehet simogatni. Mondjuk egy gumikesztyűben meg tudod simogatni, szerintem az aranyhalat is, vagy akármében nyúlsz az akváriumban, és ha ügyes vagy, akkor megsimogatod. De legalább például, amikor az aranyhalat megeteted, berakod neki egy kis tubifexet, meg a szárított bolhát, akkor legalább az reagál valamit. Na, most azt gondolod, hogy csóválja a farkát, de nem, csak úszik. De legalább oda megy. Az óriás kígyó hova megy? Sehova. Sehova. Berakod az egeret, azt pár múlva nincs ott az egér. Mi kiveszed, megpuszilgatod, visszarakod? Nekem voltak halaim, voltak gupiaim, volt egy csomó mindenem. Még és követtek a szobában? Néztek így? Rohadtul. Na ez a baj. Agyhalott állatok igazából. Amikor te elkezded ülgetni az akvárium tetejét, mi tartottunk befőttes üvegbe, akváriumba, akkor jönnek. Befőttes üvegbe. Volt befőttes üvegbe gupin. Az se rossz. 5 liter. Ez mekkora volt? Klasszik 5 liter. Nagy uborkás. Befőttes üveg, belerakva 3 ilyen kis. Elfogyott a kovászos uborka, és aztán raktatok bele szívfókat. Igen, de a meg kovászos uborka levébe. Nem vettük ki a kovászos uborkát, csak közben. Ja, igen, és ott a kis kenyérdarabok között ott úszkált. Tesszőket leittatok belőle egy kicsit. Nagyon jó, ilyen kis ecetes savanyú lében voltak. Kicsit nehezen látszott át, mert ugye nagyon hát sűrű volt elé. De mindig, amikor eltettük őket, akkor odajöttek az üvegszél, és akkor láttuk, hogy hol vannak. És azonnal tartósította őket. De hogy igazából sose ragaszkodtam hozzájuk. Tehát elpusztult egy, oké, kivettük, beraktunk másik hármat, megint elpusztult, viszonylag azért ott komoly rotáció volt, tehát nem sokat élt meg egy-egy hal nálunk. Hát. De hogy nem éreztem volna, hogy egy halottos beteg, akkor vigyem el állatorvoshoz, az leginkább nem, hogy mondjuk 60 000 forintot elköltsek egy aranyharra. Hát igazad van. Van a hiba? Hát jó, mondjuk azért szerintem az aranyhalak az egy picit nagyobbra megnőnek, mint a guppig. Mondjuk egy guppinak a műtése, az szerintem már azért kihívás lenne bárkinek. Bizonyám. Tehát, hogy akkor, amikor te tínédzser voltál, és haragudj, azért mégiscsak most már lassan te is a B oldalra kerülsz át, tehát amikor te tínédzser voltál, vagy még kisebb, azért a sebészet szerintem még nem állt olyan annyira a helyzet magaslatán, hogy te bevitted volna, Istenem, mentsék meg az aranyhalamat. Meg Bélát. És beviszel egy guppit. Igen. Egyáltalán hogy műtik? Slagot tesznek a szájába valószínű, nem? Az aranyhalnak? Az aranyhalnak. Tehát leteszik az asztalra, belevezetnek egy slagot a nem szájába. Nem, beúsznak hozzá. Víz alatti sebészet. Beúsznak hozzá, és a víz alatt műtik meg. Egy kis reduktorral, egy kis palackkal az állatorvos beúszott? Befeküdt? Dr. Wasser, hol beteg? Ugye kiveszik az aranyhalat, csövet tesznek a szájába, keringetik a kopoltyújában a vizet, és közben megműtik. Altatásban műtesz aranyhalat? Hát... Nagy különbség nincs, ha ébren van és alszik. Hát dehogy, fáj neki. Igen? Hát jó kérdés. Hogy altatod el? Infúzió keresztül egy branült beraksz neki? Tessék, következő. Vagy maszkot teszel a szájára? Akkor nem jó, mert akkor nem. A maszkot teszel, nem tud betenni a csövet.
az ami igaz. Jön a víz. Nem akkor csak az van, amit a Jani marad. Mögé kerülsz, és kloroforos rongyal. Rongy, így van. Elkapott a sika. Megműtik a halat. Azt mondja a hír, hogy most már jól van úszkál. Eddig mit csinált? Feküdt az intenzíven? Na most úszkál vagy lebeg? Na ez az. Nem mindegy. Eddig feküdt egy hatágy a szobában, pihengetett, és várta, hogy most már bemehessen a medencébe egy kicsit úszkálni. Eddig keveset úszott. Mi az, hogy már úszkál? Eddig feküdt? És hogy van, hogy egy Jack, az egyik ágyon Jack a dándok fekszik, a másik dándog, egy truc, egy aranyhal, egy Gyuri aranyhal. Az aranyhal. Picit az aranyhal, a Gyuri az aranyhal, a dehezen veszed észre. Így van, és Peti a pók. Igen, Peti a fog, két leopárd és egy agáma. És ez a hatágyas. Mondjuk egyébként jó buli van. Figyelj, mondjuk az rossz lehet, hogy mindenki téged akar megenni. Tehát ott van egy agáma, ott van egy gecko, egy leopárd, és mindig a legkisebbre megy. Azért az nem egy szerencsés. Hogy berakod hiányzó lányszemként a táplálkozási rendbe. Még az aranyhalnak jó, még mindig elő tud jönni ezzel, ha nem eszel meg, tudod. Három kívánság. Azt mindenki, azt én is megnyalnám. Igen. Menj meg kis gazdán, vetesd le ezt a tumortorom, teljesítem egy kívánságodat. Hát mi van itt valami ilyesmi, ilyen mesevilág, mesevilágban élt a mi főhősünk, nem? Az biztos. Hogy kötözik be például a sebet? Hát celluxa. Aha. Vagy leokoplasszal. Aha. Vízálló, ahol soplaskat. Ilyes víze, aha. Értem. És akkor azt mondják neki, hogy beteg, kérem, ne menjen vízbe egy hétig. Na, nem érheti víz a sebet. Nem érheti víz a sebet egy hétig. Nagyon fontos. Hát kérem szépen, ott érek. Nem érdekes. Majd valahogy megoldjuk. Teljesen jogos felvetések. A tumor az kívül volt, vagy belül? Nem lehet, hogy az agyát vették ki? Egy aranyhalnak van agya? Van. Hát van. Még nem tudna körbeúszni. Hát egy 3 másodperces vagy 5 másodperces a memóriája. Tehát hogy azért úszik folyamatosan körbe-körbe, mert elfelejti, hogy ő ott járt. Uh-huh. És addig nő, amíg érzi, hogy tere van nőni. A halak életük végéig nőnek, ezt tudtátok? Hát most már igen. A halak az életük végéig nőnek. És ha látja, hogy kicsi a pecó, akkor nem nő tovább. És látja, hogy kicsi a pecó, egyébként tök intelligens az aranyhal. Ha látja, hogy kicsi, akkor megáll a növésbe. De egyébként minden hal az élete végéig nő. És ha berakod őket egy tóba, ahol van életterük és van helyük, akkor nőnek meg ilyen rohadt nagyra. Tudod, hát vannak ezek jó. A nagyon nagy, szép, mit tudom, félméteres, 40 centis aranyhalak. Ha egy kis akváriumban tartod, akkor észreveszi, hogy mekkora helye van, és nem nő tovább. Tehát sosincs túl kicsi helyen túl nagy aranyhaj, mert látja, hogy mekkora az élettere, és megáll a növésbe. Azt mondja, hogy jó, nekem akkor ennyi elég. Ha visszateszed egy kisebb, akkor összemegy. Ilyet is tud. Aha. Igen. Tehát, hogyha igen. Flexibilis. Igen. Ha egy fél méteres aranyhalat beraksz egy hűtőtáskába, vagy egy befőttes üvegbe, akkor másnapra kicsire ugrik. Tehát egyébként nem buta hal az aranyhal. Hát, ezek szerint nem, de én figyeljetek, megmondom nektek, köszönöm, nekem szimpatikus az, hogy ennyire kötődött hozzá az ember. Hozzátartozott a kis életéhez. Adná 60 ezeret egy aranyhalért? Lenne egy halod, és aztán 60 ezer forintért meg tudunk mondani. De mit szeretsz egy halom? Hát milyen érzelmi kapcsolatban kerülsz? Minden nap úgy mész haza, hogy ott vár egy üvegben. Gyerekek, ahhoz figyelj. Azért meglehetősen, tehát szerintem az azért patológiai eset. Mondok erre egy példát. Hány olyan magyar család van, ahol azért vittek ki a Dunapartra mondjuk egy pontyot karácsony környékén, mert gyerekek megsajnálták, miközben nézték bent a kádban. De az is. De nem ott a gyermek lelki világa az nagyon fontos, hogy lássa, hogy nem ez. De érzelmileg kötődsz hozzá. A gyerek érzelmileg kötődik, de a gyerek kötődik egy mesztelen csigához. Nem lehet kötődni? Nem azt mondom, csak a kettő között eltelik 30 év. Hát igen, és tehát, hogyha te egy aranyhalhoz kötődsz, akkor valószínű, hogy az emberek között nem találsz meg valamit. Azért ez nem természetes, hogy lelki viszonyod van egy aranyhallal. Tehát azért érted, hogy azért kell néhány defektet cipelned magaddal. Egy kutyával, oké? Hát teljesen más. Hát nem lehet össze. Egy aranyhal. Hát miért? Kutyával. Azért, mert ez visszahozza a csontot, az meg nem hozza vissza. Apám még szörnyű lenne, ha meg kéne magyarázni, hogy mi a különbség. Hát, hogy mi? Hát állat, azért állat. Hát na jó, de van érzelem a kutyában, azért egy csomó mindent levesz rólad, érez téged, megérzi, hogy összehaza jelez. A te szenzoraid nem jók, az aranyhal is jelez, lehet. Jó, akkor jó, lehet, hogy bennem van a hiba. A büdös életben nem tudnék ragaszkodni. Hát figyelj, valaki bocsáskákat tart. Na, ott aztán mondd már meg nekem. Ott aztán mondd már meg nekem, hogy miért kötődik hozzájuk. Nem is látja őket jóformán. Ha vagy a madárpók, azt miért szereted? Nem tudom, hogy tehát valódi érzelmi köteléknek hívhatjuk-e azt, aha, hogy madárpókot tartasz, vagy csak szeretet, borzongasz tőle, jó megmutatni másoknak, de nem tudom, hogy van-e valódi érzelmi kötelék. Tehát érzelmi köteléket van egy aranyhal felé, szerintem azért hát figyelj, az egy komoly lelki defektus, hát nem, azért szóval. Biztos nem működik úgy, mint a mit tudom én, mentsétek ki Williben, hogy akkor hogy együtt úsznak, meg mit tudom én, ilyesmi, mert hogy azért fura lenne, hogyha kimennének, mit tudom én, a Rudasba, és akkor ott egy gyere, és akkor együtt úsznának boldogan. Az állatért, amit szeretsz, vagy a társadért, nevezünk inkább így, mert ugye az állattartók nagy része azért társnak tartja az állatot, és nem pedig tulajdonnak. Ezt egy kutya esetében meg is értem egyébként. Gyakorlatilag bármennyit kifizetsz.
bármennyit kifizetsz azért, hogyha te felelős állattartod, sajnos a másik féleket is ismerjük, ezért van szükség az állatvédőkre. De egyébként, aki felelős állattartó, az bármennyit kifizetne azért, hogy annak az állatnak jobb legyen. Jó, hát ez igen, persze. Amit szeret, ami kedves számára. Azért, mert gonoszok vagytok, srácok, én most viszem a hanyámat röngelre fociztunk. Na tessék. Hát tessék. Figyelj csak, tessék. Az aranyhalakat meg lehet egymástól különböztetni? Vagy azok tök egyformák? Tehát két azonos méretű. Hát nem, így van, karátszámok. Mert érted, akkor ott is lehet, hogy az van, hogy szegény aranyhal, a tumoros, akit bevitt a gazdája, az elpusztult. És $300 vett egy vadonatúj aranyhalat, mert ezzel verte át az orvos. Hogy ki, ezt most kicsit nem értem, micsoda? Hát, mert a kutyát azt meg tudod különböztetni, meg szólsz neki, hogy blöki, gyere ide, oda jön, ha nem úgy hívják, nem jön oda. Az aranyhalnak nincs ilyenje, tehát lehet, hogy meg sem műtötte az orvos, érted, az agyát az aranyhalnak, hanem vett egy másik ugyanakkor aranyhalat, aha. És azt mondta, hogy tessék, $300 volt. Aha, most nézze meg, milyen szépen befort a sebb. Nézze csak, igen. Menje, hogy meggyógyult, milyen szép. Picit fakóbb lett, picit nagyobb. Picit megsillettem. Igen, nem is hallgat, amikor kopogtat az akvárium falán. Van egy állatorvosunk, erre már beszéltünk. Péter, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Te hallottad ezt az aranyhalas történetet? Fél év eddig igen, hallottam, és szerintem ez azért így első hallás eléggé kamu ízű, de... Figyelj, láttam a fotót róla, ott fekszik az aranyhal a műtőasztalon, és slag van a szájában, és ketten ott munkálkodnak felőle. Ott van Gyuri az aranyhal, és Tamás a tumor. Kétségtelen egyébként, hogy lehet halakat is operálni. Az én esetemben is volt már hasonló, de akkor még nagyon kicsi voltam, és akkor még nem gondoltam, hogy ha sokáig szárazon van a halad, akkor nem bírja ki ezt az operációt. Bár az operáció jól sikerült, de körülbelül 4-5 éves lehettem. Egyébként az állatorvosi pályám kezdetén volt egy nagyon érdekes eset. Ez vagy 25 évvel ezelőtt egy előző haladott szopornyicás kisúszkát hoztak hozzám, és ennek kutyusnál már a betegségnek a légúti tünetei, illetve az idegrendszeri tünetei is jelentkeztek. Szegénykémnek iszonyatos köhögés, orváladékozás, és emellett a kutyán egy fokozódó remegés alakult ki. És mondtam nekik, én úgy tanultam, hogy sajnos amikor már az idegrendszeri forma jelentkezik, akkor nincs mese, sajnos az állat menthetetlen el kell altatni. Hát a gazdik iszonyatosan elkezdtek rimánkodni, kiderült, hogy nekik van egy sérült kislányuk, és ennek a kislánynak a testvére, a négylábú testvére ez a kutya. Hát édesapámmal összedugtuk a fejünket, hogy gyerekorvos, és kaptam tőle egy olyan antibiotikumot, ami akkoriban még a humán praxisban is ritkaság volt, és ezzel kezdtem el kutyust kezelni, és csodák-csodára ezekből a hurutos tünetekből kigyógyítottam őt, viszont a kutya továbbra is hát remegett. És mondtam nekik, hogy ne haragudjanak, de hát ez valószínű, ez továbbra is fönnmarad, azt mondták, semmit nem számít, ők így is szeretik, így rángatozva, remegve, nem volt nagyon súlyos, és évek folytán ez egyre csökkent. Míg nem elvitték egyszer egy másik állatorvoshoz egy védőoltásra, föltették az asztalra, és büszkén mondták, na ezt a király doktor úr csinálta, ránézett, ő mentette meg az életét, és másik állatorvos, hogy ránézett, hogy hát élet ez, úgyhogy minden relatív, nem mondom, hogy igen. Igen. De neked volt teknősöd is, amit össze kellett ragasztani, nem volt ilyen? Hát igen, az pont az elmúlt évben volt, egy terepjáróval átment a garázsban a gazdi a teknősön, hát azt bizony ragaszgattuk és drótozgattuk, de hála Istennek az túlélte ezt a bevetést. Egy gyerek gondolom játszott a garázsban teknőssel, apa megjött át rá a terepjáróval, és a teknős picit beszédhibás lett? Aha. Hát körülbelül, de már volt olyan, aki művese kezelésre akarta vinni a macskáját. Hollandiában van egyébként macskáknak vagy kisállatoknak egy ilyen műves állomás, átlagosan 3 és 500 euró között van egy kezelés. Nem mondom se kell, szegény macska nem érte meg, hogy eljusson oda, viszont egy alkalommal műkarmot rendeltünk egy kedves páciensünk macskájának, aki a bútorokat rendszeresen összekarmolta, és na, angolok persze minden hülyeséget kitalálnak. Ez úgy működik, hogy egy macska karmát rendesen le kell vágni, mint egy normális karomvágásnál, és egy ilyen műanyag kapszulát húznak rá, pillanatragasztóval, ezt kb. 6 hetente cserélik, és akkor ilyen kis gömbölydett karmai lesznek a macskának, és az antik bútorokat nem teszi tönkre. Ja, igaz, atya úristen. De mondjuk, igen, ott azért felmerül megint a kérdés, hogy akkor minek tartanak macskát, hát a macskának az életeleme például ez a... És van olyan, hogy valaki kioperál valamit a kutyából, macskából, és haza akarja vinni?
Abszolút előfordult már olyan, hogy van, aki például a kutyának a heregolyóit akarta hazavinni a műtét után. Mit csinál belőle? A kláncot nem kérdezted, hogy mit akar belőle csinálni? Hát gondoltam, hogy mondjuk fogakat azokat szoktunk néha egy szépen kifehérítve odaadni, és abból csinálnak nyakláncot, de mondjuk elég pervers dolog szerintem egy heréből nyakláncot csinálni, úgyhogy ezt végül is nem adtuk oda. De a legvagányabb eset az alapítványunknál volt, a Rex alapítványnál, ugyanis kaptam egy SMS-t egy alkalommal, pontosabban egy e-mailt, és az e-mailben az szerepelt, hogy egy osztrák hercegnő vidéki birtokára, vidéki kastélyába szeretne egy magyar vizslát. Hát én gondoltam, hogy én meg visszaérök, hogy én is király vagyok, én meg egy új koronát szeretnék, de azt gondoltam, hogy ekkora hülye spam, hát azért válaszoltam, hogy jelenleg most vizslák nincsen, de majd, ha lesz, akkor szólok. Mert nagyon becsületesen visszajöttek, hogy köszönik szépen, várják a jelentkezést. És mit tesz, egy pár hét múlva pont befutott egy vizsla. Küldtem egy e-mailt, hogy a vizsla megérkezett, de sajnos nem tud németül. És akkor visszajöttek, hogy hát semmi baj, mert még 6 hét múlva tudnak csak jönni átvenni a vizslát, úgyhogy addig nyugodtan megtaníthatjuk ülni, állni, feküdni, szomorúan nézni, és németül is német vezényszavakra hallgatni. Kiképeztük a kutyát, de mindaddig, egészen addig ezt az egészet hülyeségnek tartottuk, míg nem a Rolls Royce a megadott napon, a megadott órában befordult az újpesti Rex állatszigeten. A szemünknek, mint egy látomás olyan volt, az egy üvegpesgőt behűtöttünk, és valóban kiszállt belőle egy hercegnő, Wittgenstein hercegnő, és befogadta Attilát, legalábbis így nevezte el végül ezt a kutyust, külön kis lakosztálya lett a vidéki birtokon, kaptunk 100 euró adományt, a legnagyobb adományt az akkori időben, amit valaha is kaptunk, és rendszeresen kapunk azóta is fényképeket Attiláról, amin terpeszkedik az új kis birtokán, azt hiszem valami borzalmas szaporító helyről sikerült elment kimentenünk ezt a kutyust. Nem egészen érti, hogy miért kell minden beluga kaviár tenni, és ezt. Péter, nagyon köszi, vigyázz magad, a jó munkát! Sziasztok! Köszönjük, ciao, dr. Király Péter állatorvossal beszélgetünk. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, kaptunk levelet, és olyan valakitől, akitől soha nem akarsz levelet kapni. Nemzeti adó és vámhivatal, gyerek. Nem mondd már, azt kaptad. Már valaki átvette. Basszus, hát az a mi titka, a hogy ezt nem kell átvenni. Ajánlott értékevényes elsőbségű. Tehát ahogy ott van a kezedben, már utolértek. Az a baj, hogy valaki, vagy a portás volt amatőr, vagy a Laci, nem tudom, Sebestyén Balázs és műsorvezető társai részén. Mi csak úgy itt vagyunk. A nevünket nem tudják, maradj csöndben. Ennyi. Tegnap te kimaradtál belőle, de mi belerángattunk azért 9 óra után, egy kicsit beszéltünk a navas stresszlabdákról. Kedves Balázs, Feri és Jani. Mondjuk el ennek az előzményét, ugye tegnap 9 óra után mi beszéltünk arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal kicsi kis fabódékba felköltözik különböző fesztiválokra, legutóbb a Borfesztiválra. Kiszúrták őket, a barátaim elmondták nekem, aztán ezzel foglalkoztunk, és kiderült, hogy néhány internetes portál is megírta, hogy ott a különböző Etyek, Tokaj, Szekszárd, különböző borvidékek mellett ott van a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a fabódéja. És beszélgettünk arról, hogy vajon a lefoglalt bort árulják-e kedvezményes áron. De kiderült, ezt hogy nem. Kérték maguknak, ilyet nem tesz meg a lab. Nem, hanem stresszlabdákat osztogatnak, és közben pedig felvilágosítást adnak a nap munkájáról, ha valaki oda megy. Józanul, félrészegen, részegen. Bármiről lehet őket kérdezni, egyébként nagyon helyes maga a kezdeményezés, csak megvan, amikor ha árus vagy, akkor érted a stresszlabdát, nehogy megbukj, érted valami vizsgálatot. Ez nagyon jó. De hát fogyasztóként... arról beszéltünk, azért ott fölmész, ott éppen a várba menekülni, kicsit a napi problémák elől, és még ott is a nap bódéjával találkozol. Jött a levél. Aha. Itt van. És hogy, de mi a nevük ezeknek? A MNB? Mobilnav Bódé. Jönnek. Igen. Kedves Balázs, Feri és Jani. Ude rosszul nézesz ki. Nemzeti Adó és Vámhivatal. Jó, kis lobóval címerek. Elsősorban Jani és Feri. Na. Kérem önöket, hogy szeptember 25-én az elmúlt 5 év teljes könyvelés... könyvelőjükkel, adó és számlakivonata. Bankszámlakivonata, elszámolással és könyvelőket csosszogjanak be, legyenek szívesek, nem. Nyilván nem ez van benne. Váltás fejedemű idegélelek. 2014. szeptember 15-i adásban a Budavári Borfesztivál kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal
PR tevékenységgel foglalkozó műsorrészben sikeresen válaszoltatok az általam feltett kérdésre, így mellékelten küldöm nyereményeteket, amely tartalmazza a sokat emlegetett NAV stresszlabdát is. Köszönöm, hogy műsorotokkal ismét hozzájárultatok a Nemzeti Adó és Vámhivatal pozitív megítéléséhez. Na, ez jó, ha ők így látják. Örülök, hogy ez így ment át. Nagyon jó. Munkátokhoz további sok sikert kívánok. Szeptember 15. Üdvözlettel Schuller György Attila, Pénzi Győr Őrnagy, Vám és jövedéki szóvivő. Gyerekek, egy fehér szatyorban kaptunk a NAV-tól ajándékot. Nagyon jó minőségű recicled. Ide van rakva a recicled. Tehát ez újra van hasznos. Nem rossz, jó lesz ez. Mire? Abra Kostarisznyán. Van egy NAV póló. Mi van a NAV pólón, ugye? Nem vagyok adócsaló, megőrülsz. Igen. Egy fehér póló, kék mintával, kék-fekete mintával. Igen, nem adócsaló vagyok. Igen, ez a NAV. Nem adócsaló vagyok, igen. Jó, hármunk közül én fel is vehetem. Rohadjál meg. Atyaisten, mondjuk gyerekek, ez XL lesz szerintem, ezt neked küldték. Drága, akkor lehet, hogy ez vagy neked takarónak, Jani. Nem baj, gyerekek, ajándék, mindegy. Ne azt nézzük, hogy nem ez a lényeg. Persze. Nem a fogát kell nézni. Na már inyálsz, mi? Nagyon köszönjük. Gyerekek, csak mondom. Csak mondom, hogy milyen rendes emberek ezek ott a NAV-nál. Na, mit kaptunk még? Bornyitót. Ne hülyeskedj. Bornyitó. Te komoly. Ami egyébként összetudott hajtani, olyan, mint egy ilyen kis svájci bicska, és úgy néz ki, mintha egy kicsi boros üveg lenne. Nagyon öcsém, helyes. De jó, minden, köszi szépen. Öcsém, nagyon durva, hallod úristen, de durva. Ó, de jó. Na, egy kis bornyitó. Hát gyerekek, azt kívánom az egész országnak, ilyet kapjon mindenki a NAV-tól. Ne levelet. Ne levelet, ilyet kapjatok. De nagyon rendesek. Ez szuper. Nagyon rendesek. Van. El vagyunk, álljunk, köszi szépen fel, csak a meghatódottságtól, meg a Zsülnek adjuk oda, félelemtől. És az összeset vigye el átvilágítani, átnézni, nincs benne lehallgató, nincs benne kis poloska, minden érte, hazaviszed. Egy-kettő mikrofon próból. Nehogy attól egy kamerástól legyen, hát. Gyerekek. Legyünk azért egy kicsit paranoiásak, nézzünk ennek utána. Én értem, hogy aranyosak, kedvesek, de... Lehet mögötte valami, úgy érted. Érted, hát mégiscsak a NAV, azért nézzük meg. Hogy nincs-e valami a boros üvegben, kis kamera, kis lehallgató. Most kapta le a fülest a fejéről a másik végén az ember. Van vadonadózó. Érted, de letesszük itt, kikapcsoljuk a mikrofont, elkezdünk beszélgetni, hát aztán érted? Aha. Be vagyunk drótozva. Jó, de egyébként miről beszélnénk? Képzeld el, a múltkor is, amikor elcsaltam azt a 450 ezer forint áfát, hát akkor nagyon boldogok voltunk mindannyian, hogy... Hát pontosan. Hát, ja, ilyesmi. Hát pontosan. Mikor beszélgetünk milyenekről? Pontosan erről. Nem tudom, jobb mennek utána nézni. Kérdezi valaki, vajon ezek lefoglalt cuccok? Nem, igazi stresszlabda, ez nem hamis stresszlabda. Ez igazi. Nagyon jó. De jó. A NAV-os AI-ról számlát mellékeltek meg. Tényleg. De, bocsánat. Ajándékozás. Nekünk. Ajándékozás. Így van. Ez szerintem túl van azon az értékhatáron, amit simán el kell fogadni. Tehát kéne egy papírt aláírjunk a NAV-val, hogy ajándékot vettünk át. Mert van ilyen értékhatár, azt nem tudom, 5-10 000 forintig. Hát ezek biztos, hogy nagyon... Én nem engedhetek meg magamnak ilyesmit, ez biztos, hogy nagyon drága. Szerintem valami papírt azért írjunk alá, jó? Gyerek, amit kell, én el akarok, jó, mondjuk nálam azért mindig ott van a lehetőség a vádalkúra, mert elég sokat tudok Balázsról, de... Ha bármi van, te biztos, hogy szabadulsz. Én a felét kapom, te kim vagy, erre gondolj. Na, tényleg nagyon-nagyon drágák, köszönjük szépen. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Újabb érdekes kutatás, ez most nem angol kutatás, hanem egy 2012-es michigani tanulmány, ami arról szól, hogy olyanná válsz, amilyen a te szobatársad. Hogyha az ember kollégiumban lakik, vagy esetleg akár párkapcsolatban is él, de most hagyatkozunk inkább a koleszos szobatársra. Igen, akkor nekem is 3 hetet ki kéne nyomni a bűzmirigyemet, ha olyanná válnék, mint a szobatársam. Igen, és itt ugye nem Mónikáról beszélsz. Nyugtassunk meg mindenkit, hogy elsősorban nem a kedves feleségedről van szó, hanem a kutyáról. Szóval... ez a tanulmány nagyon érdekes, azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy kivel költözöl össze, ugye hát szeptember van, ilyenkor mindenki koleszban megy, sokan mennek, szobatársakat keresnek, albérletben laknak, összeverbuválódnak ott idegen emberekkel, hiszen van, akinek mondjuk nincs pénz egyedül albérletet fizetni, és ma már megy ugye ez a társbérleti dolog, hogy beköltözik melléd valaki. És megállapította ez a tanulmány, hogy amilyen a te kis szobatársad, átveszed a te szokásait, és elkezdesz olyanná válni.
Azok azon, hogy mi még mit vettünk át egyébként egymást, hogy mi, mert azért mert lassan nem vagy szobatársak vagyunk, napi 6 órát hát, töltünk bizony. Együtt, 4 plusz 2. Cellatársak. Egyrészt cellatársak, mert rácsor az ablakon. Kettő, hogy azért mi tényleg, tehát azért napi 6 órát együtt lenni folyamatosan valakivel, mert ugye fél óra műsor előtt, jó, az még nekem 2 perc a műsor előtt. De nektek. Az pont elég neked, hogy föltörög. Igen, és utána még azért ugye 11-ig délig, tehát ez egy masszív napi 4-5 óra. Hogy megvizsgálták azokat a szobatársakat, akik ugye együtt laknak, és megnézték, hogy a szorongó szorongóvá lett, ha piás szobatársad van, akkor te is piálni kezdesz, ha a domináns valaki, akkor nem akarsz elnyomottá válni, hanem elindul a veszekedés, a diétázik melletted valaki, elkezdesz te is diétázni, tehát ugyanúgy viselkednek állítólag az emberek, ha összeköltöznek, mint amikor ugye te magadtól indítasz el valamit, vagy valamilyen, és az, valaki elkezd rád hasonlítani. Az miért van, hogy egy nem alkesz meg egy alkesz összeköltözik, akkor biztos, hogy az a vége, amit te mondtál, hogy elkezd inni a nem alkesz. Tehát, hogy miért nem az van, hogy az alkesz leteszi az italt? Hát? Ugye, hogy ő az erősebb? Érdekes. Tehát azt fogja elvinni a balhét? Érted, hogy csak negatív dolgokat soroltál föl, tehát egy alkesz nem alkesz összeköltözik, igen. A nem alkesz kezd inni. Azt mondja, hogy ha például egy nagy ivót kapsz párnak, akkor a kutatások szerint valószínűbb, hogy mi is elkezdünk majd sokat inni, amikor a másik iszik, iszunk mi is. Tehát aha. Iszunk vele, ebben mondjuk sok meglepő nincs, az érdekes inkább az, azt mondja a kutatás, hogy dohányzás, drogozás és szexuális szokások kevésbé hatnak a viselkedésünkre. Tehát, hogy és mint a szerencsejáték, tehát azt se kezdjük el. De az ivás például állítólagosan elkezdi az embert. Tehát arra van egy hajlam, hogy te is elkezdesz inni. Olyan szépen iszik ez a Zoli. Olyan szépen iszik ez Zoli, te is elkezdesz inni. Igen. Hát figyelj, nézzük csak. Azt mondja, hogy Feri elkezdett futni, te meg már csak 3 hetente borotválkozol. Na, ki volt rátok hatással? Köszönjük, János. Én azon is agyaltam, hogy én amikor kollégista voltam, mi 24-en voltunk egy szobába. Nem mondd már. Nem szóltak nektek, hogy a tornateremben laktok? Ott volt hely. Barak kollégium. Igen, 24-en voltunk, a Batonyai Mikes Kelemen szakközépiskolai és gimnáziummal szembeni kollégium, az régen, elárulom nektek, állítólag istáló volt a fáma szerint, és abból ilyen nagy termeket alakítottak ki, emeletes vaságyak egymás mellett, 24 ember. Na ott kitől kapsz dolgokat. Tehát azt kaptuk az alkeszt, az biztos, tehát ez át is ütött. A nagyszámok törvénye van, biztos volt. Ez meg van a 24-ből, szerintem 20-an pirgyeltek már a kollégiumban is, tehát azt elkaptuk, de hogy 24 emberből ki a dominánsat választott példának magad elé? A domináns az érdekes, ott a lányoknál állapították meg, inkább a csajoknál működik ez, hogyha domináns csajok lágyabb csajokkal kerülnek össze, akkor hajlamosak a dominánsok is lágyabbá válni. Ez a férfiaknál nem jellemző. Tehát, hogy van egy domináns, akkor ott elkezdenek vele rivalizálni, vagy akkor mindenki meg akarja mutatni, hogy ki a falka vezér. 24 emberből, hát ott szerint, hát nagyon kemény. Ott átveszel minden. Hát nem mindent szerencsére nem vettünk át, mert volt 2 ember, aki gyakorlatilag egy évben egyszer tusolt, tehát amíg mi találkoztunk vele, nyáron valószínűleg és hétvégén otthon nem szerette, tehát ezt a részét nem vettük át. Ténylegesen bejött vasárnap este, pénteken hazamentünk délután, és egyszer nem láttad a tusolóban. De egyszer. Úgyhogy ezt nem vettük át, azt tudom. De inkább szól az ember, amikor így valaki olyan vagy összeköt, hogy így nem zuhanyzik, igen? Persze. Csak ő alszik az alsó ágyon, mert ugye a meleg levegő felfele száll is. Hát na ez az, és akkor te fölül érezted. Egyszer ki is vittük őket megfürdetni. Mind a kettőt. Úgy az jó. Azt nem vettük át. Nekem is volt egy ilyen osztálytársam, aki egyszer eljött egy 3 napos osztálykirándulásra egy alsónadrággal. Ennyi volt. Voltam egy ilyen kis szatyor, hát és abban volt egy alsónadránk. És így ennyi. És úgy megvolt. Az övé volt? Ráadásul meg. Vagy lopta valakitől. Na most tényleg nézzük meg. De őszintén. Jó. Hány éve dolgozunk együtt? 7. Nem ebben legyünk őszinték, mert ebben nem tudunk hazudni. Jaj, 7. Őszintén, ne hazudjunk egymásnak, hány éve dolgozunk együtt. 2007. 7 éve. Hát itt vagyunk most már 5 éve, és előtte más felett dolgoztunk együtt, akkor mondjuk 6. 2009. januárjában kezdtünk. Így nekem. Megvan még a szerződésed aláírva. De ugye 2009. januárjában ültünk össze. Nekem fogalmam sincs. Nekem ez így, ez egy hogy hívják? Hűlsz már egy picit. Mit? Nem, ez már egy nekem egy föltörténeti korszaknak tűnik. Ugye 2009. január 5-én volt egyébként az első megszólalás. Még talán erős, hogy január 5-e volt. Viszonylag hosszú karácsony. Na, akkor mennyi? 5? Akkor 5. 5 és fél. Azt hittem hosszabb, kicsit lassabban megy az idő veled. Én 7-8 évnek érzem körülbelül. Nekem még a régi rádióban töltött idő tűnik hosszabbnak, mert ez 5 éves most ugye a Klassz FM, tehát azt már itt együtt töltöttük,
És csak fél évet voltunk a Danubiusban. Hát figyelj, mi a Janival, ahova megyünk, az megszűnik, úgyhogy ott nem voltunk túl sok. Nem. Hát ott voltunk ugye januártól októberig, amíg meg nem szűnt. Mi előtte ott voltunk a Rádió DJ-nél, megszűnt. Elmentünk a Danubiusba, gyorsan megszűnt. Bizony, egész jó bírja a klassz. Ez most itt egészen jó. Gyere, egészen jó. Komolyan, mert egy évet vagyunk, és még nem szűnik. Mi ahova megyünk, az a rádió általában előbb-utóbb megszűnik. Na, de most őszintén tessék, ki mit vett át a másiktól? Ki mit kezdett el? Amiben nincs vetítés. Mm. Én elkezdtem miattat, hogy ha valóban működik ez a kísérlet. Itt ül három ember. Ugye vannak csajok, akik így jönnek, mennek körülöttünk, de hárman ülünk itt, ugye mindig. Én már néha, de itt ülünk néha. Ugye, hát ez nyilván. Ne, de ti is. Na jó, nem mondja, ugyanúgy untok engem, meg a hülyeségeimet, meg a teniszemet. Hát azért ez benne van. De ettől ez egy ilyen családi élet, hogy ezt néha hallják, hallgatók. Ez nem baj, ezt lehet vállalni. Tessék, ki mit vett át? Én két héttel ezelőtt elmostam a poharamat, a kávésbögrémet, mert arra gondoltam, hogy Jani mindig eltakarít maga elindult el egy úton Feri. De nagyon gyorsan megálltam, mert rájöttem, hogy minek mikor Jani úgyis elmossa az enyémet is utána. Ez volt a legtöbb, amit átvettél, hogy elmostál egy poharat? Vagy nem vettél át semmit? Hát a futás, de hát azt már megmondtad. Mondd azt úgyis abban. De jó, de egyelőre csinálom. Igen, jó, fasz, két hétig, és aztán jön a télet, inkább bedobsz egy kacsát a sütőbe, érted? Nem jobbad? De az megvan most is. Gyerekek, nem vettünk át semmit egymástól. Nem sok mindent. Nem á? Nem. De szerintem ez jó, mert ez azt jelenti, hogy azért többé-kevésbé kerekek voltunk már akkor is, amikor összejöttünk. Meg, hogy amikor mondjuk elkezdtünk egy csapatot alkotni. Tehát, hogyha most hogy mind a hárman elkezdenek hasonulni a másikhoz, vagy egymáshoz, akkor az rettentően unalmas lenne. Én például, amikor idejöttem, akkor te szörnyen öltözködtél. Hát, de most... De mi változott? Mondom ezt. És szerintem te elkezdtél öltözködni. Ő lett tanulhatta? Nem gondolod, hogy nem hiszem, hogy tanultad, hanem hogy de akkor te ezekben a korzakó, ilyen most tehát erre gondolok. Tudom, hogy a könyökvédős korzakó. Nem is volt könyökvédő. Ilyen nemecsekernős. Csak kikönyököltél is. Ilyen kicsit ilyen nemecsekernős, ilyen korzakó, halálfejes gyűrű, bőfarmer, veszkó bakancs. Nagyjából ez voltál te. Aha. És most nézd meg! És aztán félrehívtad, és mondtad neki, hogy egy csomószor együtt mutatkozunk, légy színe. Légy színe, nem bírok így bejönni reggel. Janival nem tudtam zöldágra vergődni. Legalább te fej. De most csak komolyan, tehát ezeket ki lehet mondani, nincs ezzel baj. Tök jó, elkezdtél öltözni. Tehát kicsit ilyen olaszosabb. És tanultam? Kicsit olaszosabb, kicsit dizájnosabb dolgokba jársz. Nem, ez például egy átvett dolog, ami tök jó. Aha. Nem? Ahogy például én egy csomó kajára azért kezdtem odafigyelni, mert te főzöl, és kipróbáltam néhány dolgot, még mindig azt a rohadt így van. Cékla csipszet. Májat, igen, még a cékla csipszet kicsit benned van három éve. Mindig azt a rohadt cékla csipszet akartam megcsinálni, de nem tudom megcsinálni. Na, tőled átvettem-e valamit? Igen, például. Hát tőlem szerintem egyértelműen mondjuk tanultál még a Guns, meg a, hogy hívják, meg a Rainbow mellé, meg legalább két vagy három rockzenekar neve. Hát ugye nem hallgatsz, de igen, a nevüket tudom. A név az megvan. Ennyi? Gyerekek, hát akkor nagyon-nagyon önálló személyiségek vagyunk, a többet egyébként. Azt gondolom, tőled átvettem-e valamit, vagy rám ragadt-e valami tőled? Hát a rendmániája nem ragadt, tehát az biztos. Nem. Ahhoz, hogy nem nyúlunk más túrós... Miért vette volna át? Meg lehet, hogy megcsinálom helyette. Sokkal kényelmesebb, hogy megcsinálom helyette. Gyűlölöm, miért vette hogy volna rendet raksz az asztalomon. De komolyan mondom, gyűlölöm. Iszonyatosan szeretem, hogy káosz van, amikor ti az Annával rendet raktok. A zseniát napokig keresem, hogy mit hova raktam. És bejöttök, és ilyen teljesen önkényes módon nekiálltok rendet rakni az asztalomon. És ezt így nem értem. Jó, ha ki van egy mézcsepp. Soha nem nyúltam még az asztalomhoz. Ha tennék néha rendet az asztalodon, akkor ott egy önálló ökoszisztéma alakulna ki. Hát, figyelj, abban is igen, megvan. Aki már látta a Balázst kibontani egy bármilyen élelmiszeres zacskót, hát az azt a pillanatot nem felejti el soha. Megfogja össze két kézzel, nem megy, ráharap szájjal, és aztán egyszerűen is és minden szanaszia. Kivesz belőle kettőt, nyom, és a többi ott marad. Szerintem te például tudod, mit vettél át tőlem? Te nagyon sokat késtél régen, meg te egy ilyen oda nem érős ember volt, és tudod, hogy én azt például utálom. Igen. És amikor együtt vegyünk valahova, vagy együtt van valami, vagy időre kell mennünk, akkor meg észrevettem, hogy az utóbbi pár évben te abszolút mindig ott vagy. Én mondjuk nem szeret, gyűlölök elkésni. Kevés, tehát megőrülök, megyünk valahova, Vikivel, és késésben vagyunk, kész vagyok. Gyűlölök elkésni. És te sokat pontosodtál például. Melóból nem nagyon szoktam késni. Már most nem ebből, hát nem a reggelből, hanem hogyha utána megyünk valahova. Tehát így bepontosodtál. Igen. Komolyan mondom, tehát így egész jól lövöd benne. Ez nyilván nem azért, mert most miattam, de hogy
Szóltál nagy... neki ezért? Tehát ezt elmondtad, amikor annak idején mentetek ketten egy mitten egy forgatásra, akármi, akkor te mondtad, hogy nem, Jani, hát külön mentünk, megint. csak a Jani mondtam, hogy Jani, igen, hogy gyere. Aha. 8, mondom 8. Még egyszer 8, érted? És az sokkal pontosabb lettél. Igen, egyébként. Azon gondolkodom, hogy még mit. Igen, azt hiszem, hogy azt viszont tőlem tanultad meg, hogy érdemes odafigyelni a devizár folyamatra. Igen. Azt hiszem, na, megtanított. Eleinte csak ment a cinkelés, aztán meg hogy nem. Egyszer csak. Bevezettél a keleti mellett valutázók világába. Nem, hát nyilván az ember egy csomó minden tanul, igen. Na, hogy látod, Anna? Rendmániás voltam eleve, de én azért fejlődtem benne, mert sokat fejlődtem benne a Jani hatására, mert a kávégépet most már én ápolom, tehát én átvettem ezt a stafétabotot a Janitól. Egy olyan folyamatnak a vége például az lehet akár, hogy néha kávét is veszel. Azt mi odáig nem jutottam el. De szép. Na, én erre gondoltam, gyerekek. Ha adunk pénzt, akkor hozol? Nem pénz kérdése ez figyelmetlenség a részemről. Aha. Hát az egy akkor önkritikát. Most Balázs mondja, hogy legyünk őszinték. Ez nem pénz kérdése, hogy veszek egy kiló kávét. Hát hál' Istennek azért meg tudom venni én is. Nem, figyelmetlen vagyok. És kinyitom a szekrényt, és ott van benne, amit a Jani hozott. És akkor olyan jó föltölteni vele a gépet. Azt mondom, hogy megint meg vagyunk 2 hétig. De tényleg így van. Kezdjük már el őszintén kimondani, mennyit a nagyon ilyes udvarias kereset. Figyelj, rohadtul megtanulhatnád tőlem, hogy vegyél már 1 kiló kávét. Igen, most ahogy rohadtul megtanulhatnám én is, és miért nem mondjátok ki? Hát én is mondom, hogy rohadtul megtanulhatnád, Bali, hogy azért amikor veszel magadnak otthon egy liter tejet, vegyél még egyet, mert azért azt egy szívesen még szólt. Sőt, igen. Amikor elfogy a víz, én magamra annyi mindent tudnék mondani, nem tudom, miért nem mondjátok, hogy amikor azt mondom neked, Jani, hogy ó, nézd, elfogyott a méz, és ezt a mondatot nem úgy fejezem be, hogy majd holnap hozok, akkor mondhatnád, hogy megtanulhatnád, Bali, hol lehet mézet venni. Például, ugye? Tehát, hogy ezért, és ezt akarom veletek kimondatni, hogy ezért lehet a másik tőlem dolgot megtanulni, amit nem tanult meg. Például nem tanultál meg kávét venni. Én nem tanultam meg kávét, de én fejlődőképes vagy, tehát nekem komolyan, hogyha azt mondom, hogy holnapra kell, akkor én hozok, de neked azt mondjuk, hogy holnapra hozzál mézet, lesz méz itt? Nem. Na, attól nincs méz, na, de mert elmondok 50-szer. Nekem egyszer azt hárman, hogy Bali, addig nem lesz méz, amíg te nem hozol, és nézzétek meg, hogy lesz-e az, amit kértek. Aha. Bennem kicsit ezt nyomatékosítani kell. Na, ezért megyünk inkább biztosra. Behetes, hogy ebből a megszorásból is én jövök ki rosszul. Én még szeretnék ebben az évben mézet enni. Az egész beszélgetés, hogy egymással kimondjuk, megint kijön, hogy ti a mennybe mentek, én a rohadék, aki hagyja ilyen halni a stábot. Tessék, valóban nem. Én például azt tanultam meg tőled, hogy tessék. Nem kell hozni semmit például a nyaralásról. Észrevetted, hogy egy darabig, amikor voltam Törökországban, minden egyes csajnak hoztam egy kis kendőcskét. Most megint én leszek a rohadék. Tudod, mit gondolok? Például, igen, nagyon ezt jó, hogy megtanultam. Nyaralásról hozott ajándék. Szerintem tök helyes. Szerintem ez lehet, hogy így van. Uh-huh. Szerintem tudod, mit gondolnak az emberek? Akkor nézd meg azt a papírdobazt, Feri, hogy gyűjtjük az ajándékaidat. Az mindegy, de értetlen, undormány, ilyen tranzitban vett szörnyűségeidet, amivel eljátszott, hogy gondolsz rám. Sose vettem a tranzitban semmit is. A sörös kendőke. Például erről is azt gondolom, hogy sokan ezt egy álszent dologként csinálják, és egyébként belül azt gondolják, hogy rohadtjuk 10 embernek megvenni. Rohatnyük, mert nem a barátaidról van szó, és nem a családtagról, hogy az anyádat megleped egy Görögországból hozott, nem tudom, üvegúzóval, hanem ott van még a Jocónak nem hozok, ott van a Gabi megsértődik, és átadom, ott van az Ákos. És tudod, mit csinálsz? Belemész egy ilyen hülye, ilyen kötelező megfelelési ajándékvásárlás kényszerbe, amit te csináltál az elején. Örömmel tessék hoztam. Zsű, tessék izé, de nem lehet számodra elképzelhetetlen, hogy én örömmel hoztam. Ha örömmel hoztad, miért álltál le róla? Azért, mert megtanultad. Nem, megtanultam, hogy így az álszent ajándéknál jobb az őszintén semmi. De az enyém nem volt. Nem volt álszent, tényleg. Volt, de tudod, mégis leálltál róla. Tudod, mit láttam? Azt, hogy leteszem eléd az ajándékot, és így eldobod oldalra. De rohadjatok, várjál. Tényleg rohadjatok meg, hogy én hozom a témát, bedobom, és az volt, hogy hárman felmentek a mellett. Te akartál őszintességet. És a szemétbarázs, aki nem vesz semmit, nem örül az ajándéknak, egy rohadt gané. Ez nem így van, gyerekek. Rájöttetek, hogy egyszerűen nyűg, és jobb az őszintén semmi, és egyébként mindegyikőtök átvette az őszintén semmit. Ez persze azért vettétek át, mert nem örülök neki, nem? Is azért vettétek át, mert rájöttetek, hogy igazam van. Én mást vettem át, és mást tanultam meg, és tényleg te tanítottál meg, és ez hálás vagyok. A hetenkéti egyszeri fürdés, most mi jön, hogy büdös a lábam? Na, még akkor osszatok egy kicsit, jó? Nem. Szóval mondom, egyikötök se hoz azóta ajándékot, mert rájöttetek, hogy nem is hoztam. Én nem tudod, arra tanított meg Balázs, hogy én régebben mindig, amikor hoztam neki valami figyelmességet, és utána pedig azt láttam, hogy nem viszi haza, megsértődtem.
És arra tanított meg, hogy rohadtul nem érdekel, másnap hazaviszem. Tehát, de tényleg, egyébként behozom, és azt látom, hogy két napig az asztalán van, utána valamikor utána kérdez, hogy de figyelj, hol van az, amit a múltkor ez a... És akkor mondom neki, semmi, ott hagyta, nem kellett, hazavite. De régebben félig sértődtem rajta, és nagyon rosszul esett. Azt rájöttem, hogy mit sértődgetek rajta. Látod, kell neki, elviszi, nem kell neki, nem viszi, hazaviszem, majd örül neki egy gyerek karácsonykor. Venni. Én ha kapok valamit, leteszem az asztalra, Ferihoz néha bort, leteszem az asztalra, két nap múlva ott van, leteszem, és utána rájövök és elviszem. Tehát ez nem arról van, hogy nekem az nem kell, nekem idő pihente, van egy hülye szokásaim, leteszem, majd elviszem, két nap múlva elviszem. De hát ekkora tanítás neked, hogy ezzel ne idegeskedjél. Igen. Nem? De, persze, nincs ebben semmi gond. Most is előreéveztem, hogy le fog járni a szavatossága. Ahogy hívjáknak a növény alapú idézőjeles csirke húsnak, aztán haza is vittem. És hazavittem. Így van, és otthon dobtad ki. Volt a hűtőbe, hogy a te borod is van, tessék, belettem, szörnyű volt, kidobta. Így van. De nem, te egyébként finom volt. Két napig itt volt a hűtőben. Tehát ennyi? Nem kell fennakadni. Hát figyelj, az egy elvárás. Tehát én adok valamit, utána azt csinál vele, amit akar. Ha elviszi, nem viszi, és azon megsértődsz, akkor van egy elvárásod azzal kapcsolatban, hogy ő azzal a dologgal, hogy viselkedjen. Ez nem, nincs baj. Pihenteti, aztán te hazaviszi. De visszatérve az ajándékra, gyerekek. Igen. Te se hozol már, te se hozol én már. Megmondom, senki nem hoz. Mert? Mert karácsonyi húzásnál én azt gondolom, hogy nekem ott pattant el a dolog, hogy mondjuk ki őszintén, nem vitted haza az ajándékot. Nem. Nem vitted haza, itt maradt az ajándék. Meg a dolog, az volt a baj, hogy Balázs megcsinálta azt a naptárt. Megcsinálta a naptárt, és onnantól kezdve az egy nagyon jól sikerült ajándék volt. Onnantól kezdve tudta mindenki, hogy ennél feljebb nincs. Tehát nem érdemes már küszködni, hogy mivel szerezhetnék a másiknak nagyobb örömet, amikor a Balázs megcsinálta azt a kollégákról azt a naptárt, ami szenzációsan sikerült, és valljuk be őszintén, picit fájlhatjuk, hogy nem, hogy csak limitált példányszámban néhány darab van belőle. Igen, egyszer úgy is kikerül az utcára. Igen, mert jó lenne, ha kereskedni forgalmas. De mit vittem haza, emlékszik? Kinek az ajándék, hogy mi volt az? Az Anettét nem vitted haza. Itt az a Forbes tábla? Nem, az jó helyen van, ott az idő. Időjós házikó. Azt használod? Időjós házikó. Körülbelül annyira, mint a lábcsövedet szerintem, ami a csillagokat nézel. Azt föl kéne tenni oda a házoldalára. A pokoltüzén fogok elégni, az Anettől kaptam egy néni bácsi ilyen házikót, amit oda raktam az asztalomra, mert nekem a munkai asztalom legalább annyira fontos, és ez tök jó lesz, innen ránézek, látom, milyen idő van. Aha. Hát igen. De nem egy elvárás, hogy csinálja azt, amit nekem jó, hogy ő azt csinál az ajándékkal. Tehát nem az a jó, ha ő jól érzi magát, hogy leteszi az asztalra, akkor örülök neki, hogy ő letette az asztalra. Az egy elvárás tőled, hogy úgy kell, hogy viselkedjél, hogy nekem örömet szerezzél. Te nem azért adtad az ajándékot, vagy az Anett, hogy én utána azzal úgy viselkedjek, ahogy ő elvárja, hanem ha nekem az asztalom mondja, akkor örülök, hogy ott van az asztal. Egy modortalanságból is eltöltsük fel. És az emberek elkezdenek, úgy fegetheted az embereket az ideológiáidat, hogy így hallgatják az emberek, és így basszus, tényleg igaza van. És mi megyünk a mennybe, érted? És mi megyünk a mennybe. Igaza van. Én örüljek neki, hogy vettem neki, és ő nem vitte haza, sőt, ezzel is meg akart tanítani engem valamit. Köszönöm, Balázs. Te adsz valamit, és utána elvársz, hogy ő valahogy cselekedjen, akkor te elvárással adtad a dolgot. Ha te örülsz annak, hogy letette az asztalára, és azt feltételezed, hogy ő annak örül, hogy ott van az asztalán, akkor nem sértődsz meg. Tehát megint a te fejedben van a probléma, hogy elvárva adsz valamit. Hát az milyen ajándék? Letezi az asztalára, és neki ott jó, akkor örülök, hogy ott van az asztalán. De akkor meg azt érzem, hogy nem örül, de akkor meg azt érzem, hogy nem örülm, ha örülne, akkor azért csak foglalkozna azzal az ajándékkal. Tehát, hogy úgy örülne neki. Aha. De hát ott marad, azt mondja, ja, jó, oda leteszem, hogy ott rohagyja meg. Alul értékeled magad egy helyzet, és azt mondja, rohadjon meg, nem szeret, mert nem is vitte haza, dögöljön meg, én is megdögöljön. Nem. Hagyjatok engem békén, tényleg, ki mit tanult egymástól megint? Mi jön a három szente hén? Szentehén, az indiai szentállat és a pokol tüzén elégő rohadék érzéketlen Balázs, aki viszont nem vizi haza a nénit és a bácsit egy porcelánházban. Nem, hanem elmondod azt, hogy nagyon szép ajándék, köszönöm, soha nem fogom föltenni a házamra, akkor mondd el. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Anyósom minden hónapban átveszi a nyugdíjat a postástól, egy éve már én veszem át. Gandhi küldte nekünk. Mióta albérletben lakom, a barátnőm elragad rám a lustaság, a depresszió és a pesszimizmus. Előtte állandóan jókedvű és pörgő személyiség voltam, a hülyeség könnyen ragad ide be. A kollégámtól Mikulásra kaptam egyszer egy hamutálat, pedig nem dohányzom. Én pedig vettem neki emiatt egy tisztálkodási csomagot, mert ő meg nem fürdik. Jobb adni, mint kapni, nem? Kérdezi egy hallgató. 11 éve élek a francia buldogommal. Már én is röfögve lélegzem, és a lábammal vakarom a fülemet. Sziszi küldte nekünk. Feleségül vettem egy dagi nőt. Most már én is dagi vagyok. Balázs, ezeket nem érdekli, mit mondasz. Vegyél nekik valamit, és lépj le onnan. Hát csak az ajándéket csináltuk. Bali, te már elég sokat átvettél a Feritől. Elég sok játékpénzt. Írja nekünk egy hallgató. Ó, még lógok egy tízessel. De szép ez az SMS. A 90-es végű SMS írónak hallgatom. Majd
köhögjük csak azt a gubát, amivel két napja lógsz. Én fölajánlottam hétfőn, nem kellett, azt mondtad, hogy majd hozom, hát most nincs nálam. El is felejtettem. Én nem felejtettem el, csak kussoltam, hogy ki kell fizetni. János meg Feri nem lettek metroszexuálisok, ez a kutatás hamisítva. De szép, persze, rúgjatok csak, rúgjatok. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Láttam most, hogy átadnak Japánban egy vasutat, amit nem hiszel el, csak hogy hol tartunk. Ez egy mágneses lebegtetésű vasút Japánban. Tehát a sín felett egy picivel. Igen. Ez első nyilvános teszt volt. Egy közel 43 km hosszú tesztpályát építettek fel, ez egy kerekpálya, és mágneses erő, ami lebegteti a vasutat, tehát tulajdonképpen nincs súrlódás. Ugye a mágnes valahogy letolja kicsit a sírről, hát most lehet, hogy nem primitíven mondom egyrészt azért, mert nyilván személyiségem nagy része nyilván teljesen ösztönszerű és primitív, de hogy igen, tehát hogy felnyomja, és ezért nincs súrlódás. És 160 kilométert kell elérnie magának a vonatnak, hogy hol tartanak, de hogy itt meg állsz fél órát a megállóba, és jön a vonat kaller nélkül. 160 kilométert kell elérnie a vonatnak, az már itt eleve milyen ez sebesség? Megtett távolság vagy sebesség? Nem, 160 km per órát kell elérnie a vonatnak, és ahogy eléri a 160 km per órás sebességet, abban a pillanatban aktiválja a vezető nélküli mozdony a mágneses lebegést használó meghajtást. Abban a pillanatban ez aktiválódik, és elindul a mágneses vasút. Ez marha jó, mert nem kopik a sín egyrészt, másrészt meg gondolom ezek a tágulások, meg szűkülések nem játszanak annyira szerepet. Tehát, hogy ami nálunk ugye lenni szokott, hogy általában az van, hogy nyáron, amikor egy kicsit megdagadnak a sínek, úgymond műszóval élve, vagy laikus kifejezéssel élve, akkor kivágnak belőle egy darabot, télen, amikor szűkülnek, akkor visszarakják a darabot. Igen. Igen, konkrétan ez történik. 286 kilométerre hosszú lesz majd az a vona, az a sínpálya, amit építenek. 2020-ra adják át ezt az egészet, tehát ez nem működik még, most még teszt van. A 286 kilométeres hosszú utat a tervek szerint 30 perc alatt fogja megtenni ez a mágneses vasút. 30 perc alatt. És lesznek olyan részek, ahol 40 méteres magasságban megy majd a vasút, tehát utak, autópályák felett építik ezt az egészet. És azt mondják, hogy olyanok lesznek az ablakok, mint az utasszállító repülő, hogy annyira vastag, ugye még ilyen két rétegű, és 17 üléssor található majd benne két-két pár üléssel. Fél óra alatt mennyit tesz meg? Fél óra alatt 286 kilométert tesz meg, ugye hát 500-zal megy, körülbelül durván. Ugye pont akkor annyi idő alatt, amennyit késni szokott a fóti személy. 286 kilométert, csak hol tartanak a japánok, gondolj bele, és nem kell becsatolnod a biztonsági övet, 500 km per óra mellett, és ugyanúgy nyugodtan járkálhatsz a vonaton. Tehát hogy semmi nem történik. Amúgy is, mire becsatolnád, egyébként a biztonsági övet, de oda is érnél. Hogy ezt mondjuk a japánok most sem nagyon panaszkodhatnak, ugye? Hát van a Shinkansen, hát azért az hogy megy? Így van. Tehát az azt mondja, a Hikari. Igen, az ilyen 280-300 km per órával megy jelen pillanatban. De azt mondták nekik, hogy vagy maguknak, hogy ez kevés, építsük egy gyorsabbat. Merjünk nagyot álmodni. És lebeg a vonat, érted? Tehát valahogy elnyomja a mágnes, és nulla súrlódással elindulnak. Szóval döbbenet. Döbbenet. Ha mondjuk a teljes japán állami vasutak a JAV. Jó, ez mondjuk igen. Egy év alatt mondjuk 10 másodpercet késik, akkor ott azért lehet ilyeneket csinálgatni. Tehát, hogy de ez egy legenda, vagy ez valójában ez, így van, hogy egyszer 3 másodpercet késett a vonat, és a japán közlekedési miniszter lemondott, kapott egy sejemkötelet, és rituális nem, szeppukut. Nem, az Törökországban van. Mindegy, ott akkor jó, török bevándorló. és rituálisan kapott egy kis kést, és szeppukut követett el. Ez igaz? Tehát, mert ezt én mindig hallom, hogy amikor a MÁV-ról beszélünk, akkor 600 hallgató ugye elküldi, hogy a japán közlekedési miniszter 87-ben lemondott, meg 2 másodpercet késett a vonat. Miért a bugyi automatát se hittük el először, aztán kiderült, hogy tényleg van. De hogy igen, csak azt persze. De hogy ott nincsenek falevelek? Ott nincsenek. Ott mi van? Ott olyan kiirtották az összes fát 300 kilométeren, és a japánok megfulladnak majd, mert nincsenek fák, ott nincsenek évszakok? Ott csak, hogy csinálják? Ott csak cseresznyefák vannak, és annak nagyon pici a levele, és egyébként is a menetszél az pedig lefújja a sínekről. És ott tényleg 2-3 másodpercet késnek a vonatok? Hát ha késnek, de általában nem szoktak. Én elég sok ilyen kis úti beszámolót olvasgattam már Japánról, ilyen-olyan okokból kifolyólag, leginkább azért, mert érdekel az ország, és mindenhol írják, hogy
takra pontosan úgy érkezik és úgy indul, ahogy azt te látod a menetrendben. Tehát, hogy nincsen késés. Nincsen késés, nincsen késve indulás, nincsen késve érkezés. Valahogy sikerül nekik ezt a dolgot meglépniük. Fura, nem? Igen, abszolút. A Szújó írt. Zoli, ha láttam az SMS-edet, fölhívunk, jó? Csak három mondatot mondj már nekünk erről. Zoli, van SMS-edet. Hogy miért nem jön vért adni? De hülye, nem. Jobb vonat az a többször Japánban. Hogy ott is tényleg vannak évszakok. De ezt gondolod, amikor 500-al mész, és jön egy áramszünet, és visszaesel a sírja, igen, majd mi? Hülye japánok, hát erre nem gondolnak. Valaki lekapcsolja a generátort, és áramsz 500-al visszaesel a sírja. Hát milyen hülyék? Hát nem jobb inkább lassan menni? Nyugodtan és kényelmesen. Így van. Hova száguldozunk? Hova rohanunk? Olyan tömött vonaton, hogy gyakorlatilag ellesni se tudsz. Igen. Na, itt vagy? Itt vagyok. Zoli, Zoli! Nem szoktam beolvasni, amiket írtál teljesen tudatosan, de most úgy gondoltam, hogy megszólaltathatunk ebben a témában. Konnichiwa. Igen. Szerpukó. Hattori Hanzo. Na, azt írtad SMS-ben, hogy vonatosztál többször Japánban, hogy elképesztő. Igen, ugye a japán nagydíj miatt azért többször megjártam ezt a szenzációs és fantasztikus országot, és amikor először megérkeztünk valamelyik nagy állomásra, akkor egész, azt hiszem Kiotóban, igen, mi Kiotóban laktunk, és három átszállás jártunk mindig a Suzukai pályára, ami egy nagyjából másfél-két óra vonatút, és amikor először elmondták azt, hogy 12 óra 47 perc 37 másodperckor indul a vonat, amire föl kell szállni, akkor egymásra mentünk az operatőre, és nem tudtuk értelmezni. Mondtuk, hogy biztos, hogy ez a 37 másodpercnek azért biztos, mert 43 másodperckor, mondom, másodpercről beszélünk, mert egy másik állomás indul ugyanarról a vágányról a vonat. A következőképpen nézett ki az átszállás, megérkeztünk a 43-as, 43. vágányra, kinyílt a vonat ajtaja, a 44-en kettő lépésre a mi vonatunktól volt a másik, amire át kellett szállnunk, átsétáltunk, mögöttünk becsukódott az ajtó, és elindultunk a következő állomásra, a következő vonattal. Magyar aggyal nem tudod értelmezni azt, ami ott van. Egyébként tényleg felfoghatatlan, tehát így hallgatom és mosolygok, tehát ugye ez döbbenet. Abszolút. És mondom, fölhívták arra a figyelmünket, hogy legyünk pontosak, mert hogyha 5 másodperccel később megyünk, itt is másik vágányra szállunk, a másik oldalra megyünk, egyébként nem is tudsz kiszállni a másik oldalon. Tehát úgy van minden megtervezve, hogy el sem tudsz tévedni, mondom még egyszer, közben 60 vágányon zajlik az élet, és folyamatosan váltják egymást a vonatok. Mondom, tehát magyar aggyal, nem európai, vagy főleg magyarra, amikor tényleg a Munténia nemzetközi gyorsutazás sokszor használtam annak idején, Békés Csaba Budapest viszonylatban, és tehát a 30 perc az olyan, hogy arra föl sem érezted semmit. Föl sem vonod a szemöldököd, és olvasod tovább a könyvedet, és érdekes. Elképesztő, ami ott van. És akkor kinyílt az egyik oldal az ajtó, leszálltál a másik oldalon, nyílt, átszálltál a vonatra, és mentél tovább. És mentél tovább, és mondom, tehát nulla várakozás. Úgy képzeljétek el, hogy beültünk, aztán ugye ülsz a vonaton, és a Shinkansenen látod, hogy ki van írva egy ilyen digitális kijelzőn, hogy most 307 km/h száguld, az suhansz. Egyébként az az érdekessége, volt szerencsén Shinkansenen is utazni, hogy nagyon keveset látsz magából a tájból, mert ugye le vannak sűrjesztve ezek a vágányok, és viszonylag mélyen mennek, tehát a földszintje alatt 1-2 méterre, viszonylag kevésszer látsz ki, hogy elsuhan a táj, meg hát 300-as tempónál azért sok mindent a cseresznyefákban nem is nagyon látná. Igen. És megérkezik a kalauz, akkor kinyílik az ajtó ugye a kocsinak a végén, mond egy ilyen, hát legalább másfél-két perces monológot japánból, bemutatkozik, elmondja, hogy ő kicsoda, mióta van ezen a pályán, és mennyire elhivatott, hogy ő most a jegyünket megvizsgálhatja, és köszöni szépen, hogy megtiszteljük azzal, hogy odaadjuk a jegyünket neki. Meghajol, és akkor ilyen szép szemben végigmegy a soron. Ti ültetek ott a kis fasírozott a zsömlétekkel, nem? Nem értettük. Hol vagytok? Azt hittük, hogy úgyhogy bele is mélyedtünk a manga pornóba, amit nyilván először, amikor megérkeztünk, az ott az első, hogy megvegyünk. Igen, azt gondoltátok, hogy valószínűleg meghaltatok, és hát itt nincs más, nem is segít mindegy kis manga pornó, hogy valaki húzzon ki a nirvánából. Igen. Döbbenetesek egyébként, tényleg. Döbbenetes. Tényleg, európai, meg magyar fejjel egy csomó minden felfoghatatlan. Nem gondolom egyébként, hogy minden jó, tehát sok szempontból egy aberrált népnek gondolom, amikor hogy megbántanám őket, de hogy szenzációs, ami ott zajlik a technikai vívmányok területén, meg egyébként az tagadhatatlan.
Igen, és tényleg, ahogy mondják, valójában 90 fokban tényleg meghajlik. Tehát olyan igen, alázattal, igen, hogy keresed a 10 forintost, amit lehetett, vagy besegítenél neki felvenni, hogy elvesztette valamit. Igen, tényleg elhiszed, hogy neki ez egy megtiszteltetés, hogy veletek utazhat, illetve hogy veletek dolgozhat, illetve hogyha észrevette volna, hogy milyen képregényt lapozgatsz, nyilván ő is elmondta volna, hogy ki a kedvenc hentai figurája, és hogy ő is mennyire szereti az őzike szemű 110-es mellbőségű iskolaruhás lányokat. Igen, csak a polipnak a jelenlétét nem értettük az első oldalon, de aztán a 24. oldalon már más szörnyű dolgokat tud csinálni. Sokkal csapongóbb a fantáziájuk, mint amilyen. Ez pontosan így van. Egyébként még egy sztori, aztán befejezem. Tehát az a szó, hogy nem, az számokra nem létezik. Tehát amikor megkérdezed, hogy do you speak English, akkor ő azt mondja, hogy yes, mert így nevelték, hogy nem mondhat nemet. És akkor elkezdesz neki nagy lendülettel magyarázni, akkor melyik vágányra kell menned, meg hova menni, melyik állomásra. Néz rád, bólogat, és rájössz, hogy egy mukkot nem ért abból, amit mondasz. Vagy nagy nehezen kézzel, lábbal elmutogatod, hogy mit akarsz, és figyelj ide, egy konkrétan megtörtént, amikor a kiotói nagy állomáson, megfogta a srác a kezünket, és elvitt minket ahhoz a vágányhoz, ahol nekünk mennünk kellett, vagy amihez nekünk mennünk kellett. És nem, fogta, gyere ide, és megmutatod, hogy ez a vonatod. És ő szerintem közben nyilván lekést a vonat, tehát persze oké, 3 perc múlva a következő. Igen, tehát nem akkora dráma, igen. De hogy konkrétan oda vitt. Suzukában volt egy eset, nem tudtunk készpénzhez jutni, és valamiért kb. 3 bankautomatát próbáltunk, és nem tudtunk belőle pénzt felvenni, és ugye ki kezdtem fizetni a szállodát. És az lett a bolyongásnak a vége, hogy egy apuka meg a kislánya, legalábbis én ezt a viszonyt feltételeztem köztük, mindegy, egy idősebb meg egy fiatalabb. Jaj, de naív vagy. Igen, beültetett a nem tudom milyen kis autójukba, tudod, alig fértünk el benne 4-en, de beültettek, és elvittek minket 30 km-re odébb egy olyan automatához, ami adott ki pénzt, és aztán visszavittek minket a szállodába. Atya Isten, hát ez számunkra teljesen felfoghatatlan. Itt valaki beültet az autójába, már hívod a 112-t, hogy elraboltak közben. Igen. Hát Zoli, köszönjük, hogy csörögtél, lesz még hallgatni is élmény. Csak azon gondolkozom, hogy közben azon hallgatóinak, akik jelen pillanatban is egy fél órás késésre állnak most valamilyen megállóban, nézik a lehulló faleveleket és az üres sineket, és hallgatják a fejükkel a sint, hogy zakatol-e már a vonat, azért ez valójában mennyire frusztráló lehet, nem? Szegényeknek, igen. Igen. De egyébként mondom még egyszer, nyugodjanak meg, hogyha ott lennének most Japánban, akkor az lenne frusztráló, csak más okokból. persze, igen, az emberi természet ilyen, sehol se jó igazán. Zoli, köszi, hogy csörögtél. Nincs olyan, hogy a restibe beugrasz egy fasírtos. Nem fér bele. Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük, Zoli, és fia, amit ígértél az Octopus Cinemájához képregényt. Majd hozd már be majd valamikor. És a kecskés DVD-imet hozd már vissza, jó? Ciao, Zoli, köszönjük szépen, hello. Nagyon bírom őt, nem gratuláltunk neki. Kutyafáj, Zoli Allasz, gratulálunk. Így van. Ki nevezték? Ne viccelj, és nem gratulálsz. Nagy ember lett. Hülye vagy, elfelejted. Hallod? És ne felejt el a régi barátaid. Igen. Valás 20 év ingázás után a keleti vonalon, a Kallertől azt hallottam, hogy a menetrend nem törvény, csak tájékoztató jelleg. Ja, igen. Hol van ez a japánokhoz képest? Kb. 40 éves történet, ismerősünk Svédországban vonatozott, és megkérdezte az utastársait, hol kell leszállni. A válasz nem egy vasútállomás neve volt, hanem egy időpont, amikor a vonat odaérkezik. Amikor eljött az idő, leszállt a megfelelő állomáson. Mennyire durva. Nem tudta, hol, megmondta 13-25, ott szállj le, mert akkor vagyunk ott. Döbbenet. Számunkra teljesen értelmezhetetlen. Ír egy hallgató, nagyon jó, lehet, hogy 160-nál itt is működésbe lépne ez a mágneses erő, ki tudja. Ja, igen, csak egyelőre még nem sikerült ezt. Egyébként egyszer fel kéne, ezt a pillanatot. A magyar vasútnak fel kéne gyorsulni 160-ra. Ki a fene tudja? Mi van, elemelkedik itt is a sintől, és fölgyorsul 500-ra? Vajon tudnak egyáltalán ilyet a mi jó öreg dízeleink? 160-nal menni? Szerintem nem biztos, hogy a vonatok nem tudják, a sinek nincsenek olyan állapotban. Tehát ez a zakatol, ez a az azért tűnik el más országban, mert ugye a sinek vannak jobb állapotban, jobban összerakva az illesztések. Itt ugye 4-4,5 óra szünet van két illesztés helyett, között sok helyen. Úgyhogy fölülsz Hollandiában, egyszer nem hallod ezt az akadolást, de nem azért, mert jobbak a vasutak, nyilván lehet, hogy azok is kicsit, a sinek vannak jobb állapotban, tehát itt sokszor a sinek miatt mennek lassan, nem azért, mert a mozdony nem tudja. Mondjuk a 160-at nem tudom, hogy tudná. Szerintem 160-nál már úgy néz neki az a szerelvény, mint mondjuk a világ harcába az a vonat, ami ott elszágoldott a sarampa mögött, így lángol, mint egy üstök, és így... Érted? Persze megnézném a mozdony vezető fejét, amikor felgyorsul, egyszer csak 160-ra jön. Szerintem élvezni. Józsi! 140! 140! Csapasd neki, tesó!
Jön a mágnes, jön a mágnes. Mindjárt szecső! Atya Isten. Hát igen, de legalább hallunk ilyet. Hát az embernek már ettől jobb kedve lesz, hogy ilyet hall, hogy legalább Japánban jobb nekik, nem? Így van. Én meg komolyan mondom. Hogy legalább az Zoli járt Japánban. Elolvasok egy ilyen hírt, és egy picit jobb kedvem van, hogy van a világnak egy olyan része, ahol ez kicsit flottabbul megy. Ne legyünk irigyek. Hát ennek örüljünk. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Egy nagyon érdekes kísérlet. Méghozzá elsősorban szerintem azoknak lehet fontos, akik online ismerkednek, mert hogy egy amerikai társaság kipróbálta, mi történik, ha egy lány túlsúlyosan megy el egy online megbeszélt randira. Tehát úgy, hogy nem tudja a fiú, hogy kimegy, ugye? Tehát online összeismerkednek, ott lehet, hogy van egy kép, egy igen, jó minőségű fotó, mondjuk csak arcról, ahol akár nem is látszik, hogy egy pici duci a lány, túlsúlyos, és így elmegy, és amikor ő odaérkezik, akkor... Igen, három amerikai férfi készítette ezt a videót, hogy mi a helyzet az online randizással, ezt próbálták megfejteni. És a videón elmondják, hogy a nők... Mi a nők legnagyobb félelme egy online randin? Mi a férfiak legnagyobb félelme egy online randin? És kiderült, hogy a nők attól félnek, hogy sorozatgyilkossal találkoznak. Oh. Tehát fölviszi őket, megerőszakolja őket, csúnya dolgokat csinál, úgyhogy ebben nem mennek bele. A férfiak pedig attól rettegnek a leginkább, hogy a nő, akivel találkozni fognak, túlsúlyos. Ez egy komoly esettanulmány egyébként, hogy a férfiak félnek a kövér nőktől, vagy legalábbis mint pár nem tudják elképzelni, mert nincs benne a szépségről alkotott elképzelésükben az, hogy valaki mondjuk túlsúlyos legyen. Engem például az ápolatlan fogsor sokkal jobban zavarna, mint a túlsúly. Hát nézze, ott ülnék valakivel randizom, és nem lennének fogai, engem is nagyon zavarna. Ez egy nyomásér volt, igen. Igen. És az zavar még az orszű is. Főleg, ha egy lánynak. Szóval az ápolatlan fogsor az azért, mert azt szerintem mindenkit zavar, de azért a túlsúly az ugye az egy olyan dolog, van, aki elfogadja, van, aki nem. Érdekes a videó, mert hogy fiatal csinos nőket kértek meg arra, hogy alkalmazáson keresztül szervezzenek le maguknak randit, és csak akkor váltak kövérré, amikor megjelentek ezen a randin. És azt nézték, hogy végigüli-e a férfi a randit, vagy pedig föláll. Elmentek, mutatják a kísérletet, érdekes a videó, arról szól, hogy három helyes csajt elkezdenek maszkírozni, beraknak a hasuk alá valamit, és pufin érkeznek meg erre a randevúra, és elmondják, hogy miért hisztak meg velük, mi történt, stb. És öt férfiből mindössze egyetlen egy ülte végig a randit, és beszélgetett a lányjal. Neki végén elmondták egyébként, hogy ez egy kísérlet, és hogy ő volt az egyetlen, aki végülte. A többiek azok felálltak, kifogást kerestek, és elmentek. És megcsinálták fordítva is ezt a kísérletet, ami arról szólt, hogy egy túlsúlyosnak öltöztetett férfival összehozták a nőket, és a nők, hogy mennyivel több empátia van bennük, és mennyivel értelmesebbek szerintem, mint a férfiak, megdöbbentek, de mindannyian kedvesek voltak, és ötből öt nő egyébként végigülte a randit. Mert nagy maci. Igen. Hát, és a végén még meg is döbbentek, hogy milyen jól érzik magukat egyébként azzal a nővel. Aha, más valószínűleg az indítatás, tehát a hapsik, ez a négy, aki fölállt, ők valószínűleg szexpartnert kerestek, nem? Tehát ők nem hosszú távú kapcsolatban gondolkodtak, hanem oda mentek, hogy hát, ha lesz belőle valami, és akkor azt mondta, hogy hát egy kicsit plusz size a nő, azt hiszem így, hogy a modernül, akkor azzal nem foglalkozom. Igen, és a nők benne voltak a következő randiban a ducib vagy kövére pasival, amíg a kövér pasi vagy a kövér nők, akik érkeztek, ugye ott a pasik ötből négy teljesen egyértelműen lelépett, elmenekült, és ott hagyták a duci nőket. Mert ilyenek fordítva ez működ. Ilyenek a nők. Ilyenek a nők, ez az intelligencia. Tényleg úgy néznek a kövér férfire, mint mondjuk a Michelangelo egy hatalmas márványtömre, hogy benne van a Dávid szobor. Milyen? Ott van benne. Ott van benne. De. Nem, valószínű, itt egy ilyen természetes kódolás van, hogy a nőnek egy duci férfi az maga a biztonság, amit ad, nem, egyfajta ilyen apakép, hogy jó hozzábújni, hogy mackós, hogy a sok nőt nem zavarja egy pasi duci. Míg azért a férfiaknál van egy kép, egyfajta szépségideál, amihez azért a legtöbb férfi ragaszkodik, és 10-ből 9 férfi a jó nőket és a modell alakú nőket nézi meg. Nyilván van, aki a ducib nőket szereti, de több férfi szereti a normál testalkatú nőket, mint a hány nő szereti mondjuk a duci férfiakat. Ez marha érdekes, mert ugye a hosszú évszázadokon keresztül tényleg a nagyobb, testesebb
endomorfa típusú hölgyek jelentették a szimbólumot, az anyaságnak a szimbólumát, és itt jöhet elő szerintem az, amit a Feri mondott, hogy igen, ezek az urak valószínűleg inkább szexpartnert kerestek maguknak, sem mint egy társat. Tehát egy nő viszont, ha elmegy egy ilyen randira, akkor valószínűleg ő hosszú távban gondolkozik. Tehát kíváncsi arra, hogy mi van belül, de ugye nem az Adoniszt keresi belül, hanem hogy lehet-e vele beszélgetni, mit gondol a világról. Plusz a nők ezeket a dolgokat mindig is jobban kezelték, tehát tényleg türelmesebbek. A hapsi odamegy, és azt mondja, hogy hát elsőre cicám, te nem jöttél be nekem, mert van rajta 20-20 kiló, akkor nincs miről beszélgessünk. Szóval, hogy így, szerintem... Meg a férfi határozott képpel megy oda, tehát ő már ezt elképzeli, lejátsza magában, amíg a nők valójában sokkal tényleg empatikusabbak, és azt mondja, hogy jó, kicsit ducibb, nem baj, még így is tetszett egyébként, igen. Írjanak azok nekünk, akik online szoktak ismerkedni. Szerintem egyébként az online ismerkedések 80%-a azért leginkább a szexről szól, nem? Hosszú távú kapcsolatot keresel te online? Egy bizonyos kor fölött lehet. Tehát ha valaki mondjuk, nem tudom, 50-60 évesen online ismerkedik, ott már nem biztos, hogy a szex a mozgató rúgója. De fiataloknál, vagy a 30-40 éveseknél az online ismerkedés nagy része arról szól, nem? Amellett, hogy nagyon sok magányos ember van fönt online, aki mondjuk nem tud különböző hogy? Interakcióba lépni emberekkel. Mert most 30 évesen és emiatt online ismerkedik. 30 évesen már akarsz járni valakivel, nem csak egy vízi nuberáról van szó. Tehát, hogy sokan vannak olyanok. Én szerintem nem tudom, nem ismerem igen. Az online társkeresést. Szerintem a nők többsége, hogy nincs fórum, erről már beszéltünk egyszer. Egy mai 30-40 évesnek nincs olyan fóruma, ahol ismerkedni tudna, mert van a munkahely, aztán hazamegy, oda egyedül megy haza, és kész, és nem tud elmenni olyan társasági helyre, ahol egyébként meg tudsz ismerkedni valakivel. Tehát valószínűleg, hogy ma már az internetes ismerkedés is arra megy rá, hogy te rendes párkapcsolatot keres magadnak, vagy legalábbis a nőknél. Azt, hogy ezt férfiak vadászterületnek használják, az egy másik kérdés. Szerintem egyébként a szexpartner kereső szegmense ennek a társkeresésnek, ez sokkal őszintébb lehet, mint az effektíve valóságos társkeresés, amikor mondjuk egy párt az életedben egy párt keresel magadnak, megmondom. Miért? Mert egy ilyen találkozásnál, ugye, hogyha nem játszottál nyílt lapokkal, hogyha tényleg nem úgy nézel ki, vagy mint mondjuk a fotókon, vagy a paramétereid nem olyanok, akkor ott nem lesz semmi. Abban a pillanatban a vége a történetnek. Tehát nekik sokkal őszintébbnek kell lenniük, mint azoknak, akik adott esetben mondjuk egy érzelmi kapcsolatra is vágynak. De ez rendes partnerkereső oldal volt, ugye? Nem szexpartnerkereső. Szerintem ez rendes, ez teljesen rendes, igen. Mik az átvágások az internetes ismerkedésben? Tehát ha valaki azt írja, hogy kellemesen molett, akkor az azt jelenti, hogy rohadt nagy. Tehát te hazudsz online? Biztos, hogy hazudsz, nem? Igen, mackós alkatú férfi. Tehát na most a mackós alkatú férfiben azért sok minden benne van. Hát kicsi mackó gondolom, vagy igen. Nagy mackó. És kóla is, meg a grizzly is. Igen. De miről szoktak hazudni a nők, miről hazudnak a férfiak? Egy férfi miről hazudik? Vagy egy nő miről hazudik, ha online ismerkedik? Biztos, hogy megvannak ezek a sztereotípiák, hogy egy nő is felépít hazugságokat a magáról online. Tessék, mondjon mindenki egyet, amiről szerint a nő hazudik, meg amiről a férfi hazudik. Biztos, hogy van ilyen. Magam által átlagos magasságnak, mások által kifejezetten alacsonynak mondott férfi. Igen, igen. Most mondok sztereotípiákat, csak hogy jár az agyam, mit akarok? Életkor. Ki hazudik inkább nők. Az életkorban, a nők vagy a férfiak? A nők valószínűleg az életkorban hazudnak, nem? Miben hazudhat még egy nő? Súly. Súly? Súly. Hát, szerintem súly biztos. Igen. Súly biztos. Melméret, teljesen egyértelmű, hatalmas labda. Hozzátesz, elvesz belőle, de nem biztos, hogy mindenki az igazit írja. Na de várj, egy társkereső nem írja meg senki a melméretét. Nem? Nincs az, hogy 90-60-90. Hatalmas, kettődés, kosaras melltartok. Óriási mellek, várják szerető gazdáikat. Igazából az így fél évente dúcolja az IKV, mert gyere és masszírozz kedvedre. Azt csinálsz velük, amit akarsz. Nagyon hálácsak. Ez már nem adás. De mit tudom, akkor súlyban, életkorban biztos, hogy a nő hazudik. Miben hazudhat egy férfi? Súlyban a férfi is, szerintem. Nem, az nem ott kezdődik. Ott kezdődik, hogy a férfi azt mondja, hogy egyedülálló. Szerintem innen indul. De hogy férfi egyedülálló, annak szerintem 80%-a orbitális hazugság. Vagy házasságban, vagy éppen válnak, vagy a harmadik szeretet, vagy kapcsolatban. Tehát ez az egyedülálló, ez szerintem a pasiknál óriás kapu. Nem magam által egyedül a másik által családosnak mondanod, úriember vagyok. Igen. Jó anyagi körülmények. Közülünk senki nem nyomult online, nem? Soha. Hát akkor még nem volt, amikor lehetett volna, aztán... Zsül, te nyomultál online. Na gyere csak ide egy kicsit. Picit, ugye? Na. De a legnagyobb azok online. Azok az idők elmúltak már. Te mindig őszinte voltál?
Általában. De igen. Tehát nem volt terelés? Nem mentél úgy egy randira, hogy valami orbitális nagy kamu jött veled szembe? Leírta ezt, az is rájött, hogy nem egyezik, de még a hajszínese abban, amit írt egyébként hát, online. Túlsúlyos lány, na az volt. Volt. De ő megmondta, hogy túlsúlyos, vagy ő odaírt, hogy kedvesen molett, vagy... Igen, csak a mértéket nem, hogy mennyire. De analóg srác vagyok ebben a digitális világban, nem? Online találkozás, ez milyen hülye világ? Régi bódi vagy, romantikus, családcentrikus. Összerakhatunk neki egyébként egy hirdetést. Na, nézzük egy-két SMS, nagyon sok történet van. A neten ismerkedés olyan, mint az álláskeresés, el kell küldeni 100 önéletrajzlevet, amiből jó, ha 10 válasz jön, ebből körülbelül 5 randi, amiből jó, ha egy hosszabb, rövidebb ideig tartó kapcsolat lesz. Mi is így jöttünk össze a párommal hosszú keresés után, mi voltunk egymásnak az üdítő kivétel. Igor 3 hónapos múlt egyébként. Én nálam konkrétan 20 centi tűnt el a pasiból, mire leért Pestről Gyöngyösre. Barátnőm ismerkedett egy sráccal, aki azt írta, hogy környezetvédelmi cégnél foglalkozik logisztikával. Kukás autót vezetett. Fruzsina küldte nekünk. Mindig előre jelzem a testi hibáim, a csecsemő méretű szerszámomat 3-4 kilósan beírom. Találkozáskor derült ki, hogy alacsonyabb, mint én, és egy nagy bibircsok van az arca egyik felén, több találkozó nem volt. Azt mondja, randiztam egy lánnyal, aki mások által csinosnak, mondottnak írt el le magát. Eljött egy olyan hiányos fogazatú szemtengely ferdüléses foltokban tépett hajú valami, hogy komolyan kezdett érdekelni, kik lehetnek azok a mások. Írja Csaba. Pasiknál teljesen tipikus, hogy jóval korábbi képeket raknak fel. Na például ezt nem ismerte, milyen jó. Valószínűleg online keresésben ő is fekete öves. Mindenki kamuzik igazából. Legtöbb férfi egyébként, hogy látom, a testmagasságával kapcsolatban hazudik. Hát az a férfiaknak szerintem a testmagasság. Én is hazudnék. Azt mondaná, hogy 150 vagyok, és milyen kellemes csalódás lenne, amikor adni. Igen, apró, kicsi, tervető 148 cm-es. János kavárja. És oda benne és oda a 165 centis dalia. Igen. Mi? Gólyalábakon érkeztél? Kérdeznék, igen. Nem a férfiakat védem, de tapasztalatból mondom, sokat csajoztam online, minden nő komoly kapcsolatot akar az első 5 percben. Ezt Balázs küldte nekünk. Én egy 55 kilós lányt vártam, megérkezett egy 80 kilós. Megkérdeztem, mi volt az ebéd, hogy az a pár kiló így felszaladt. Van még egy hallgatónk, haló, jó reggel. Sziasztok, Zoli vagyok. Na, Zoli, te a hangod alapján egy feketeöves online ismerkedő lehetsz. Ez bukta csúnyán. Igen? Nem vagyod? Hát gyorsan feladtam szerintem. Na, mi történt? Hát több évvel ezelőtt történt, egy internetes oldalon ismerkedtem egy lányjal, körülbelül 2 hétig tartott az ismerkedésünk, amíg így elmélyültünk egymásba a levelezésbe, túlestünk az első fényképeken, elég biztató volt a sztori, azt hittem megtaláltam a nagy őt, úgyhogy megbeszéltünk egy találkozót a Bosnyák téren, nagyon szép napos idő volt, vártam, jött szembe egy sukár lány, távolról jól nézett ki, és hát utána, ahogy közelebb ért, éreztem, hogy valami probléma van az erőben, és a lányzó, ahogy így rám mosolygott, és azt mondta, hogy szia, rögtön némi hiányosságot véletlenül felfedezni a szájába. Ezzel utalnék a fogatlan történetre, amit te is mondtál. Hiányzott egy-két fog. Atya Isten. Hát, finoman fogalmaztál. Aha. És még ami megvolt, az is sötét színű volt. Úgyhogy hát annyira meglepődtem, hogy végül is úgy döntöttem, hogy akkor menjünk tovább a történettel, majd valamit kitalálok. Beültünk a kocsiba, és elmentünk a Hősök terén, volt egy kávézó, oda elmentünk, hogy akkor kávézunk egyet, de hát fogalmam nincs, miről beszélgettünk, mert csak ő beszélt egész úton, én arra koncentráltam, hogy hogyan rázzam le. Aztán tettem egy nagy kört a Hősök terén, és azzal lendülettel vissza is vittem a Bosnyák térre, és ott megálltunk, és akkor csak annyit kérdezett, hogy néni, visszajöttünk ide, ugye? Hát mondom, igen, jól látod. Ja, hogy visszaértetek oda a Bosnyákról, találkoztatok. Aha, igen. Szegénykém, hát nem volt a helyzet magaslatán. Hát nem, úgyhogy velem ennyi történt. Fel is adtam egyébként gyorsan én is. Azóta nem is, nem is használod az online ismerkedést? Hát több okból sem. Azt hiszem 3-szor próbálkoztam vele, mind a 3-szor negatív tapasztalat. Aztán utána végül is sikerült megtalálni azt, akit kerestem, úgyhogy azóta nincs is rá szükségem. De őt nem online? Nem. Nem. Aha, tehát egy élőben találkoztató. Így van. Uh-huh. Na jól van. De a Bosnyák téren. És a tesója volt. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Én is, sziasztok. Szia. Hello. Mikor találkoztunk a lányal, megláttam, szabályosan sokot kaptam, a csajnak nagyobb bajsza volt, mint nekem. Ezért gyerekek, ez az online is, ezért ez kemény. Ez egy kemény világ, nem? Mikor úgy várod, hogy megérkezzen, és ilyenkor, nem az jön, akit elképzeltél. Ilyenkor, ha késel, akkor az jó, nyilván persze tapintatlanság, hogy elkésel egy randiról, főleg
úgyhogy te vagy a férfi, de egyébként ez a hölgyekre ugyanúgy igaz. És megvárod, amíg odaérjen, és csekkolod, és adott esetben mondjuk egy telefonnal, hívással lemondod azt a randit, amikor meglátod, hogy mégsem a nagy ő érkezett, akkor az nem korrekt? Hogy érzitek? Hogy micsoda? Hogyha hát, hogy egyszerűen, hogy később érek oda. Igen? Megvárom, hogy odaér. Egy pálma mögé. Lecsekkolom, hát de most érted, akkor nem jó. Nem jó itt autókázni a bosnyák. De 45 évesen vagy 50 évesen leselkedsz egy bokor mögül. De miért nem lehet jó, az, ne hogy... úgy kézzel, most Feri bedobt ezt a lesenkezőbokor mögül. Nem úgy kell elképzelni, hogy a cserkelsz. Nem állt vezért felnőtt férfi, ülj oda egy asztalhoz, aztán mert neki megmondani, szerintem a legtisztább mindig azt, hogy megmondani neki. Figyelj, nem erre gondoltam, ne haragudj. Igyunk meg egy kávé. Igyunk meg egy kávé. Nem arra gondoltam, amit te vagy. Megmondod neki, most érted, elbújsz tényleg egy bokor mögé, olvasod egy népszabit, egy szivarral átégeted, és két lyukon keresztül egy műorral, egy bótsipkában nézed, hogy megjön a nő. Hát azért 45 évesen már az ember nem akar bujkálni. Szerintem. Hát mondd meg neki, őszintén, hogy figyelj, tök helyes vagy, nem akarlak megbántani. De most érted, egy túlja mögül leselkedni, nem tudom elképzelni. Vagy bekéretkedsz a pultba. Vagy hajléktalanként érted ott. Oda mész aprót kérni a lánytól. Szóval ezt nem tudom, nehezen tudom elképzelni. Hogy ezek az emberek, akik mondjuk az interneten keresztül ismerkednek, ezek valamilyen szinten, szerintem egy nagyobb százalékban azért ilyen félszegek, vagy nehezen teremtenek kapcsolatot. Nem? De én azt gondolom, hogy az online ismerkedés egy része vagy szexről szól, vagy attól, igen, vagy arról, hogy valóban nem mersz élőben, vagy nincs lehetőséged, de sokszor inkább a gátlások visznek rá. Viszont akkor szemtől szembe őszintének lenni sem könnyű. És azt mondani, ebben hogy van igazság, hogy az a típus, aki online ismerkedik, sokszor nem tud az életben, igen. Tehát az ilyen társas interakciókban úgymond alul marad, és fél őszintének lenni, pont ezért ismerkedik online. Igen. Tehát akkor marad mégiscsak a leselkedés. De egyébként figyelj, ez egy azt jó. Érted, hogy úgy nézel ki, mint a fiatal Charles Bronson. 40 éves férfi vagyok, 10 éve próbálkoztam az online társkereséssel, én épp az ellenkezőjét alkalmaztam, sokkal rosszabbnak festettem le magam, mint a valóság. 10-ből 9 esetben sikerem volt a találkozáskor. Ezt írja Robben. Az a gond, ha még így se. Hát, hogy tudod. Igen, jobbra számítottam. Csak akkor tudjátok, hát a rosszabbnak fested le magad, akkor ott van a csapda, hogy ugye nem találkoznak veled, mert rossz. Tehát egy ízé erősen nagyot halló félszemű, bibircsokos férfi várja élete szerelmét, hát nem gondolom, hogy éjjel-nappal csörögne a telefonod. Tehát finoman kell súlyozni. De lehet, hogy ő egyébként annyira jó képű, hogy az a kép, amit magáról rontva föltett, még az is menő. Oda meg berakottva, milyen brutál képet, igen. De nem, most egy kicsit ráfűztem nekem, ez a bujkálás egyre jobban tetszik. Hogyan menjünk netes randira? Hogyan menjünk netes randira úgy, hogy álcázzuk magunkat, mire megjön egyébként a delikvens, igen. Uh-huh. És akkor hogy van, hogy te tetsz egy jelszó a szegfű, és akkor te tetsz egy virágot a kezébe, hogy megismer? Igen. Igen? És akkor azt lesed meg, aki mondjuk virágot fog a kezébe, vagy egy száz szexi... Vagy egy mágdarálót. Jelszó, mágdarálót. De egyébként szerintem... Igen, itt vagyok. Igen. És jó, és akkor ma találkozunk, ahogy hívják, nem, mit tudom én. Ezért a Ferenciek terén is legyen a kezedben egy hurgadőt. Innen ismerjük meg egymást. Vajon a nők is elmenekülnek, vagy a nők inkább megmondják, hogy figyelj, ne haragudj, hazudtál, nem is így, nem jól nézel ki, nem erre számítottam. Mert szerintem... a pasik szerintem többször gyávák, mint a nők. Igen, egyébként. A nők szerintem sokkal őszintén. Bátrabbak, nem? Hát ők megmondják a tutit. Nem, én egyébként most már átgondoltam, leírnék mindent egészen precízen, pontosan, tényleg a pőre valóságot, csak a végére hogy nem egy jó, de tudom, Sebesén Balázs mobil számát. Jó, oké, értem én. Értem de... én, jó, hogy nem hívtok, rendben, de meg tudom adni a bali mobil számát. Igen. A dolágsali kis összenete a végére, nem? Hát azért az gyerekek, az egy gyöngycöm. Párkereső. Poén, hova rakta Zsül? Persze, nincs meg. Itt van, na. Ki írt a célére? Na, figyelj, csak a dolágsügyet, ez akkor nagy klasszikus. Keresem azt a zenét szerető, természetet kedvelő, színházba járó, romantikus lelkű, intelligens, művelt, kedves hölgyet, aki letna. Ez itt a Best of Morning Show. Megérkezett hozzánk, ami drága, állatbefogunk, sünvadászunk, aligátorteknős elkapunk, ékszerteknős megfogunk, a gyilkos krokodilok levadászója, az aligátorteknősök befogója, a magyar háziasszonyok szentje, az eltűnt állatok megkeresője, befogója, itt van velünk Bodzoli, hello Zoli, jó reggelt! Hello, sziasztok! Jó,
Gyerekek, ez az Oli egy rendes ember. Három hete kampányolok egy sünért, erre a 9 óra után megérkezett, és elhozta azt, amit nekem ma oda kell adnom a gyerekemnek. A sünt. Igen, itt van a kezembe. Olyan egy helyes vagy. Afrikai törpesüni. És látod, még afrikai is. És vagy albino. Is. Albino. Vagy albino, ugye, vagy dühkoros, mert vérben úszik mindkét szeme. Látta a Beni? Ő még nem látta. Beni! Beni! Ide gyere apáthoz! Jaj, leesett a sűn. Ez jó, hogy nem látta a gyerek, hogy a sűn egy olyan egy méter zuhan. Kiugrott a kezemből, szegény. Hol a Beni? De ne hagyja a sáskát, gyere kicsit rá van rólam. Nem, majd utána összefogjuk az is. Igen. Csak Beni. Skorpiókkal játszik. Beni, gyere, Manu, mutatok valamit. Csak mondom az előbb az óriás pókkal a kezébe. Igen. Kis így a nem hiszed, a gyerek ne haragudj ezért, Zoli. Kintotta a sáskákat, a sáskák elszabadultak, elugráltak. Uh-huh. Most megfogott kettőt, és nem akar bejönni, mert ő sáskára van rágyógyulva. Aha. De nem tudja, hogy itt van benne egy sünni, most kettő a dobozban. Hány sáskát hoztál? Hármat. De azt hiszem, vagy négyet, ötöt, nem tudom pontosan. Nagyon jó. Fia, a sáskát is oda tudod adni a Beninek? Hát most már tietek is itt van az összes. Milyen sáskák? Afrikai óriás sáskák. Jó. Jaj, jaj, de jó. Ebből a szögből nem látjátok, hogy több doboz is nyitva van. Beni. Oda néz, Manó! Figyeld! Na? Mi ez, gyere, itt a sinike, gyere! Na, mit szólt? Tedd ki a kezedet, Beni? Figyeld! Nem harap, simogasd meg, oda tudod tenni az orrához, és tudod, akkorát harapnak. Mit szólsz, Manó? Tudod, hogy hívják őt? Tudod, hogy ő hívják? Ludmilla. Ő egy nőstény kis süni, afrikai süni, és nagyon szelid, és ő most azért jött, hogy hazamenjen veled. Na, mit szólsz, Manó? És ott, ott fog látni nálatok, ah, igen. Betegyük a kalitkába? Igen. Jó, ebbe viszitek haza. És az Oli mondta, hogy ez... Nem, inkább ezt visszaadom, és a sáskák már is kell elejjen. Most már visszaadja a sáskák. Igen. Jó, jó üzleti érzékem. Na gyere, gyere, tegyük a kezedbe ezt a sűrűt. Fogja, jó? Manod. Nyugodtan megfoghatod, nyugodtan meg, próbáld megfogni. Jó? Figyelj, Manod. Barátságos. Tessék, mondja. Hát Manokám, te szerettél volna sünnit, picsi. Igen, hát az, az ilyen, nem tehát, hogy, hogy a hóleopárd az nem szúr, ugye, de te sünnit szerettél volna. Igen, viszont elviszi a mamát. Viszont apádra rá fog marni majd ott a dzsungelbe. Nem nem harap. Nem, nem, de hogy harap, te tudod, te gyere, gyere. Úgy, nézd meg. Na, milyen aranyos. Ott van nálad, látod? Egy kicsit szúr. Hát, mert tüskéje van a sünninek, azért van tüskéje. Figyelj, Mano. Figyelj, büdös, nem mondj melyet a gyerekem. Hogy lenne a büdös egy? Hogy lenne büdös? Exotikus illata van. Na mit szólsz, Manó? Tetszik? De cuki. Tegyük bele. Figyelj, Manó, és ez a te sünid. Ez a te sünid lesz. Hol fog lakni? Hm? Hova viszed majd? A lakásba. Jó. Igen. Látod, milyen okos? Na. Téves. Hát ennyi. Éppen, hol lakna a lakásba? Hol lakta? De hülye vagy, fater, a lakásba. Betegyük a ketrezbe, Manó? Igen. Várjál, várjál. Van neki egy ilyen alvó rongya, azt is betesszük. Ez még gyerekkorából van. Ez a, igen, hát ez a, tudod, az unja, az a kis pelenka, amit szoktak szorongatni, kis sünik kis. Jól nézd meg, mert apádat nem fogod látni 6 hétig. Cserébe viszont őt, igen. Jó, adunk neki nevet, Manu, hogy hívjuk majd, mi legyen a neve? Hello, Milla, nehogy átkezd. Sáskafej. Micsoda? Mi legyen? Sáskafej. 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 Tökéletes, éves süninek, gyereke. De ügyes vagy, Beni. Nagyon jó. Oda nézd, Manu, ott van egy másik valami. Az micsoda? Zoli, az mi? Egy párduc kaméleon. Na most ilyen gyerekek, ez piros, fehér, zöld. Ez nem, ez, ez rendes, ez nemzeti kaméleon. Még 4-5 dolgot elővesz, egy állatkert lesz nálatok. Na mit szólsz, Manó? Aha. Fia, ő változtatja a színét? Változtatja a színét. Azért van nyitva a szája. Igen, mert egy kicsit meg van most ijedve, amúgy nagyon szelidő és nagyon békés. Jó, bocs, hát... hogy a gyerekem diktál neked, 5 éves, hát tudod nálunk. Nem tudom oda letenni. Jó, gyere, leteszem akkor. Csak mondom, hogy a sáska közben kint van. Jaj, aha, egy picit tedd vissza, hogy... Várjál, óvatosan így, mert megijed. Figyelj, megijed, Feri, mert ez nálad már kedden, hogy itt fél tőled. Ráraboljon valamelyikünk szemére. Hogy tetszik neked? Hogy tetszik? Segítesz fogni nekem, aha, az ágat? Ez mi, ez egy színváltoztatós kaméleon? Vagy figyelj, tudod, sokkal jobban tudok. Fogod az ágat, én ráteszem a kis kezemre, most egy kicsit ideges, mert elővettem a dobozba, meg szegény... Meg Laci belerúgott a dobozba. Hát igen, a szerkesztő Laci belerúgott a dobozba, azt hittem, hogy üres doboz, szegény. Mozog a takaró, igen, ilyen takarót kell rátenni a sünnyire, ebben alszik, jó, Manó? Te Zoli, a sáska, az megeszi a sünt, vagy a sün a sáskát? Nem, a süni megeszi, aha, a sáskát, jó, meg csak a kapja, a... jaj, opszi. Szegény állatok. Beni, addig jó, amíg mozog az a takaró, jó? Amikor nem mozog, nagyon gyorsan szóljál majd mamának, jó? A Beni, melyik tetszik jobban, a kaméleon? Mit viszel? Melyiket vigyük haza, Manó? Őt visszük haza? Sünnit vigyük haza? Ha őt haza? Mi van, hozzád költözik a Beni erre a 6 hétre? Hát most már... Majd te jössz hozzá, Zoli. Figyelj, Manó. De a szobádba vagy hova akarod rakni? Mi hol tartsuk? Lent vagy? Szobámba. Szobádba tegyük? Mm-hmm. Igen? Világos. Jól van. Mi a széfkódja, Beni? Jön neki, hogy ilyen vagy, Jani, nyugodtan. De tudod, mit teszik a süni? Tudod, mit fogsz neki enni adni? Mit adsz neki enni, Manó? Hm?
azt a sáskát, ami a zsebében van. Mit adjunk neki, mit szerezünk neki ma? Hm? Na most már elszoktak a sáskák itt a stúdióba, úgyhogy azokat nem tudja hazavinni. Egyék meg a sáskákat. Oh. Ne legyél ilyen. Adjunk neki almát. Hm, Manu? Veszünk neki almát? Jó. Figyelj, mennyit bír egy... Óriás csimadugó volt. Igen, ez jó. Óriás csimadugó. Figyelj, mit teszik egy ilyen süni, Zoli? Mit adjunk majd neki? Hat hát héti tényleg kutyatápot? Igen, főleg jó minőségű kutyatápokat. Tényleg ezeket a prémium minőségű kutyatápokat szeretik, illetve ritkán adhatok neki gyümölcsöt is. Meg hát ugye, mivel a süni ragadozó, főleg lárvákat teszik, aha, tehát ezek a gyászbogállárvák, sáskák, hát az, azokat is lehet neki adni, meg hát friss víz mindig legyen előtte. Szerencsé, hogy ez a vigyére hárul ezek bizony. Gyászbogának hívják őket, már tudjuk a sorsukat. Igen. Mondjad, Manu, mit látsz? Mozog. Persze, hogy mozog. Hát most még igen. Egy hét múlva már nem fog. Na, van belőle több? Nekem. Van belőle több? Van de nekem hogy? Több, igen, van nekem több süni. Jó, csak azért, ha pótolni kell. Ugyanekkora méretben is van? Ez természetes szín vagy hipó? Rosszul lett kimosva, nem kimosta aztán. Nem, ő igazából albínó. Albino süni, nagyon-nagyon jó fej, tehát ő tényleg szereti is az embereket, mert itt szoktam vinni több rendezvényre, és általában bírja, elég jó bírja, tehát 6-7 órát simogatják, tudod, azért süninél azért, tehát 6-7 órát én nem bírom. Manálatom, hogy belepusztul. Igen, tehát ő elég jó bírja, és azért is mertem így behozni, mert tudtam, hogy ő aztán, tehát nagyon nagy dolognak kell hozz történnie. Bocsánat, gyerekem, semmi. Nagyon nagy dolognak kell hozz történnie, hogy ez valamit csináljon. Figyelj, Manu, beszélj meg, hogy mi legyen a neve. Fontos, mert most kell neki nevet adni, mert utána délután már arra hallgat, ha elmegy. Hm? Milyen nevet adjunk neki, vagy mi legyen a neve? Sáska? Apasün. Apasün? Apasün legyen. Mondjad. Sugyen? Semmit nem mondok. Semmit nem mondasz. Jól van, kicsim, figyelj. De van neve már amúgy. Hát de mi? Ludmilla? Ludmilla a neve. Hogy lehet egy sünnek Ludmilla? Ah, pont milyen neve van? Te adtad, Zoli? Gyerek, wow. Én. Volt, Zoli, a gyerek megint kinyírt egy sáskát. Már kettő. Nagyon nagy. Igen, óvatosan. Gyerekek, kicsit szétfolyunk, de megvagyunk. Feri, ezeket egyébként te tanulmányozd, mert hogy ezekből te fogsz ott kint kaját nagyon csinálni. Nagyon finom, csak mondom. Én már ettem. Tegnap ettem, tehát megkóstoltam nagyon én is. Nagyon finom, ez úgy rendezvényen, működik. Úgy működik a dolog. Pontosan hogy... ezen a rendezvényen megkóstoltam én is, soha az életemben. Bedobod a fagyasztóba, akkor ő elkábul, és már mehet is a forró lába kis fűszerrel. Akkor már mindenkinek van játéka. A gyerek sünizik, az Oli kaméleonozik. Feri, a sáskák elkészítésére agyam. Szerintem itt a stúdióban is kaméleonozni fognak, meg a maradék sáskákat kergetni, amit nem vagytok itt. Kettő van valahol. A kaméleon az egyszerűen lenyűgöző. Ő nagyon szép, tehát ő tényleg a büszkeségem, tehát ő egy himpárdus kaméleon, és ő tényleg gyönyörű, tehát az egyszerűen, tehát a természet remek műve, ez a párdus kaméleon, nagyon, nekem nagyon, nagyon kedvencem. És mire változik a színe? Hova kell tenni? Tehát csíkos háttér előtt, de csíkos... Hát azért annyira nem, de tudja, tehát ez főleg ugye az idegállapotától is, tehát hogyha ideges, akkor egy kicsit élénkebb színei vannak. Aha. Tehát este, mikor elalszik, akkor azért kivilágosodik teljesen. Egy 20 centiről ki tudna enni a számból egy szem zabot? Hát körülbelül, de próbáljuk ki, vedd be a sáskát a számból, próbáljuk ki. A nagyokat le is vadásznál? Persze, azokat eszi, 3-4 darabot naponta. Figyelj, Zoli, tök komolyan, ez most örökbe mondhatom a gyereknek, odaadod? Igen, mert ezért mondom, kérdezd meg. Igen, gyerek elvitte a kedvencet, csak hát mondom. Most már vegyétek, amúgy is. Na, figyelj, most egy pillanatra váltsunk komolyra. Lehet ott tényleg, mit a fekete özvegyre számítani? Ugye kaptunk a hallgatóinktól, ami drága hallgatóink, küldtek nekünk levelet, és mindenki leírta, hogy az első az, hogy cipő megkopogtat, sarok kijön, stb. Ez alap? Főleg a skorpiók miatt. Mert hogy mi lesz, hogy kinnalszunk majd a dzsungelbe, amikor ugye mások ott forgatunk reggel? Szeretettel másznak bele az cipőkbe, mindenféle csomagokba, ruhák közé belebújkálnak, főleg éjszaka mászkálnak, tehát azért azt mindenféleképpen, tehát hálózsákok meg ilyeneket azért át kell nézni. Hát ugye, hát a Páko megmondta, hogy mire számíthattok. Páko megmondta, hogy mire számíthattok. Mit befogtuk hallgatni. Azt ennyi. És ha valaki tudja, akkor az ő. Igen, tehát ő ebben mester, úgyhogy ha onnan jött, úgyhogy, tehát ő tudja. Hát igazándiból azért pár mérges kígyó lesz ott kint, de hát mondjuk pár másodpercesek is vannak, úgyhogy azért nem kell aggódni. Tehát nincs nagyon időnk átmenni a másikba szólni. Nem lesz semmiféle fájdalom. Egy fekete özvegy után mennyi idő van? Tehát azt mondom a Janinak, hogy... Hát az ember szervezeti... Jani, adj egy kis fenisztírt, megcsipet! Van még időm elmondani, hogy adjon fenisztírt. A hang se ír oda szerintem, mire megmerevedsz. Ennyi, tényleg? Hát mondjuk feketőzegyót nem fogtok találkozni, de vannak durva pókok is, meg skorpiók is kint. Azért arra azért tényleg vigyázzatok. Meg az éhező bunyós pityú. Hát az meg a másik, hogy ő 3 nap után egy tár.
Megcsipelpok, megcsipelpok, nem csak nézd, éles. Nézd a kamélon, még őnek is van véleménye. Figyelj, megy a mikrofonhoz, kiszúrta a mikrofont. Figyelj, gyerekek, egy piros, zöld, gyönyörű szép kamélon üldögél egy fágon. Az Zoli egyébként 20 perce mozdulatlanul tart a kezében, nem is értem. A kamélon elindult a Zolihoz, közben forgatja a szemét, és át tud menni sárgába, át tud menni zöldbe. Hát azért zöldbe igen, át tud menni, azért citromsárgába nem annyira tud átmenni, de hát szerintem így is teljesen. Tehát ezek a párduc kamélonok a legélénkebb színű kamélonok, és a leggyönyörű. Úgy, hogy Madagaszkáron él, de hát ez egyszerűen tényleg gyönyörű. Tehát ő rá vagyok a legbüszkébb. Tehát nekem több kamélonom van, hál' Istennek most volt egy sikeres párzás is. Tehát ő, jaj, de jó! Igen? Ez nagyon. De beszéljük újra a kamélonról. Nem nekem! Hagyjuk, Zoli! Hát mi annak örülszünk ennyire? Százszor elmondtam már, hogy adásban, hogy hagyjuk a magánéletedet. Oké, jó, büszke vagy meg minden. Tényleg mi is örülünk veled együtt, hiszen... Van lelkünk. Jó, na, mi van? Kígyó, pók, mi van még ott? Pók, valami? Hát, inkább skorpiótól félnék én a helyetekbe, igen. Aha. Skorpiótól félnék én a helyetekbe, tehát az ott lesz bőven éjszakai vendég, úgyhogy kaptok majd rendesen ott, én szerintem. Na jó van, gyerekek, csak az íze véget, nem? Abban van a vitamin, ahogy szoktam mondani. Abban van a vitamin. Hát Pákot hívjátok fel, azt elmond mindent. Az biztos, aha. Ezt már egyszer megpróbáltuk. Páko mindent el fog mondani. Hát neki minden lefordítom. Aha, neki minden állat a kalamagó. Hát, ő azt se tudja, hol van, se itt se, akkor ha kivisszük. Jó, figyelj, akkor a sünit mi megtartjuk, vigyázunk rá. Jó, este rongyot rá tenni, akkor abban érzi magát. Nem, a rongy az benne marad, az alum is benne lesz. Benne az alomban, és akkor abban, hogy bele tudja magát. Így van, egy kis macskalom, mert ugye szobatiszta, tehát rámegy az alomba. Szobatiszta teknős. A sűn szobatiszta. Így van. Tehát én kiengedem a szobába, ő visszamegy pisilnibe. Hát akkor azért nem, tehát főleg azért ismerkedni kell ugye az új környezettel, tehát első pár nap azért ismerkedniük kell a Benivel, de rá fog menni a macskalomra, és ugye ott végzi a dolgát. Tehát kell miért a macskalom. Van macskátok? Tehát szeretek a macskát. Macskalom. Csak a kutyakaja, meg ilyen sáskek. Igen, de a jobb minőségű, tehát tényleg jó minőségű. Jó minőségű. Még válogat is? Hát persze. Hát megőrülök. Hát milyen sznob ez a kis... A törpesű is 21%-os áfás. Micsoda? És kutyakaján kívül adhatunk neki almát? Igen, ilyeneket? Gyümölcsöket, valamelyiket megeszi, van, amikor megeszi, hát azért ő almában azért, meg mindenféle gyümölcsökben válogat. Jaj! Vigyázz, óvatosan! Gyere, Manu, mutatok egy jó, pókot megijed. Közbe. Gyere, itt a... Láttad a pókot? Látom. Ez milyen pók? Egy madárpók. Egy madárpók. Tök jó, na ezt rázta a Beni. Vigyázzál. Óvatosan, mert... Láttad a pókot, Manu? Nehogy lehúzz az ágról. Figyelj, ez csíp ez a pók, vagy ez mar? Hát igen, tehát azért ugye madárpók azért veszélyes. Micsoda? Mar. Mar? Hát akkor ezt leteszük, ezt nem adjuk. Jaj, hogy hívják ezt a kis állatot? Tájunk. Kitől kaptad, Manu? Kitől kaptad? Tőled. Bocsánat. És neve, te jó apa vagy. És mire ezt betanítottad hát, neki? Hát ez hihetetlen, vett a gyereknek egy olyan. Egy plüstiges. Na, kitől kaptad? Mamától. Nem! Holnap adásban vagyunk, éltsd már meg! Tőlem kaptad! Ugye milyen hülye? Ugye, hogy hülye? Igen! Igen, egy hülye pöcs! Apa is megmondta, egy igazi pöcs! És ez nem volt előre megbeszélve. Ezt szokta este mondani apa otthon? Igen. Csak mondom, ő is adott nekem egyet, ugye? Töki, adtál te is nekem egyet, adott egyet, amiből a... Oké. Okay. Jó, hát hogy ebből én bújok ki, elmondta, és amit ő adott, ha nagyon hiányzom neki, akkor majd ő kibújik az én állatomból, amit nekem el kell vinnem magammal. És ha hiányzik, akkor ő majd kibújik a kis paciból, amit adott nekem. Tehát állatot cserélt. Azt még nem tudom, hogy hogy oldom meg. Csak a kertészed ne bújjon ki a kezes lábasából, ami nem vagy ott, ugye? Nem örülnék neki, ha ott találnám mesternül a mosogatógép szerelőt. Na jó van, Zoli, nagyon drága vagy, hogy ennyi mindent hoztál. Figyelj, tedd le nyugodtan, mert neked leszakad a karod, jó? És de gyönyörű. Ha bármilyen tünetet látunk, csípés, lefotózzuk, küldjük, persze, és akkor mondod, hogy mi van. Én meg tovább küldöm a Pákónak, és megbeszéljük. Persze, úristen, megbeszéljük a Pákó, persze, megbeszéljük. Hát a fölvesz a telefon, tehát van olyan, amikor nem találja, úgyhogy... Figyelj, nagyon fontos, egy utolsó kérdés, hogyha ez a süni megmúrdál, véletlenül, na, ne beszéljünk ki ugyanilyen. Ilyen, okay, van egy ugyanilyen. Ludmilla 2. Nem hagyhatom ott a gyereket 6 hétig, úgyhogy egy hét után. Ez a süni egy éves, ez nagyon jól működik, nagyon jól viselkedik, tényleg. Igen? Eszik, iszik, ennek nem szabad. Rápróbáltunk sörétessel. Nem, tehát figyelj, te is mondjátok. Mi ez nem. Egy Patek Filipa, hogy jól működik, ez egy állat. De azt mondom, hogy ez teljesen egészséges, aha, eszik, iszik, úgyhogy ez nagyon szívós állat. Jól van.
Na, de azért, ne hűtsétek le, azért ne hűtsétek le, ugye afrikai törpesűről beszélünk. Semmi tehát, baj, akkor 10 percet kezd a mikróba, délután este megy a fagyasztóba. Szóljon. Nem, vigyázzunk rá. De ahogy is, a Benny imádni fogja, vigyázz rá. Viki lesz vele, anyósom lesz vele, vigyázzunk rá. Zoli, drága vagy, hogy bejöttél, nagyon ja, köszönöm. Köszönöm szépen. Jó? Vigyázz magadra. Ha itt történés van, akkor ugyanúgy nekünk e-mail hívunk, mészvadászni, tehát hogy mi magyar hírekkel foglalkozunk. És... Vagy hát ti bajba kerültek, hívjatok, az kiugrok, hát pikpakasztok. Persze, hát, jó. Elintézzük. Hát nálam van egy Bianco repjegy neked, ha bármi van, azon hozd a szérumot. Zoli és Pákó. Elharapom a torkát a mambának. Mekkora csoda csapat le, lőj ki kijönni. A Szilágyi helyett a Pákó. Na, hozzátok a Szilágyi is jó lenne. Imádnám, igen. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Egy internetes portál elkészítette a magyar borra való térképét, online térképét, és megpróbálta egy közvélemény kutatás keretein belül megtudni, hogy mennyire szeretnek a magyarok borra valót adni. Ki az, aki szeret, ki az, aki ad, ki az, aki nem ad, ki az, aki szerint egy kis mosolyért jár, ki az, aki szerint akkor is jár, ha a mosoly nincs, de a kaja jó. Szerintem erre mindenki más gondol, és egy baromi hülye rendszer úgy, ahogy van az egész, egy gyűlölöm egyébként. De miért? Tényleg. Tessék? Miért gyűlölöm? Hát tök jó szerintem. Mert baromi szubjektív, mert rengeteg minden múlik azon, hogy adod, nem adod, jó kedved van, hogy szólnak rád, milyen a kaja, van-e kedved ad, nincs kedved. Valami egyszerűbb rendszert ki lehetne dolgozni. Egyébként erre az egész borra való kérdése. De kiderült egyébként, hogy a magyarok szeretik a borra való intézményét. Tehát, hogy egy jó dolognak tartják, elfogadják, és megszokták. Ez 13 ezer ember részvételével készült ez a kis felmérés, és... Hát papíron lehet, hogy szeretik, a pincéreim nem ezt mondják, ez szegénye. Hogy nem adnak nagyon. Mi? Hát nincs, valószínűleg ez nyilván van egy gazdasági oka, de hogy ilyen eléggé kiszámolós a sztori mostanában. Hát vagy az elégedettség jele, ugye? Nem, az elégedett, mert visszajönnek, tehát ott teszik másnap is. Csak... Elnézést! De ez a tétel itt! 8600-ért nem vettünk semmit. Sál, vegák vagyunk. De nézzük meg azokat a pillanatokat, amikor az ember például nem szeret borravalót adni. Tessék, bemész egy étterembe, a kiszolgálás nem jó. De az étel kiváló. Például ettől nem mindig tudok szenvedni. Hmm. Most akkor mit csinálj? Hát akkor mondd azt, hogy azt 10%-ot, de ezt a szakásnak adtad, mert az jó volt. Az igen, igen, az így lehetne. Tehát például a kiszolgás nem jó. Nagyon tényleg, a kaja jó, most akkor ott adjál, számolgatsz, undok volt, de jó volt a kaja. Ha nem adsz, akkor hogy néz rád? Az egész egy ilyen kicsit ilyen kényszeredet. Én úgy szeretem, hogy külföldön ez egyébként nincsen. Tehát azt mondják, hogy ennyi a számla, ennyit adjál, ebbe benne van a pincér, abba ebbe benne van egy csomó minden. Bocsánat, van borra való? Nem mindenhol. De a 10%-ot rászámolják. Van, ahol felszámolják, van, ahol nem számolják föl. Van, ahol nem is ismerik a borra való intézményt. Hát nyilván, igen, ott úgy van az árképzés, hogy jó legyen mindenkinek. Ez azért érdekes a dolog, mert ugye egy csomó helyen úgy van, hogy a borravalót kapják meg a dolgozók. Aztán csomó helyen meg van, hogy nem kapják meg egyébként. Én nem tudom, nekem olyan ez a borravaló, hogy tudom, hogy jön a fizetés, és elindul egy ilyen szűkölés. És attól, hogy elindul egy ilyen szűkölés, ettől az embernek a komfort értelmete, vagy ki ad bele, mennyit ad bele. De most te szűkölsz, aki fizet? Nem, vagy... tudod, hogy ők most elvárja azt, hogy te adjál. Mondjuk te megtennéd, hogy nem adsz. Akkor az abba ő belenéz, látja, hogy nem adtál, akkor még van egy ilyen kis összenézés. Tehát az egész valahogy szerintem ilyen. Igen, ez megnyugtató, hogyha látod, hogy benne van a szervizdíj. Én jobban szeretem. Ugyanakkor, ha benne van a szervizdíj, akkor meg kikéred magadnak a rossz a kaja és rossz a kiszolgás, igen, hogy mi alapján menetet. Mi hát a jó? Igen, érdekes. Mi a jó? Nekem most ez nagyon tetszett ez a felvetés, hogy ugye, hogyha rossz az étel, és a kiszolgálás ezzel szemben nagyon jó. Vagy pont fordítva. Na most én soha nem arra adom a borravalót, hogy milyen volt az étel. Hanem csak a kiszolgálásra? Csak és kizárólag csak a kiszolgálásnak szól. Tehát, hogy udvariasak, előzékenyek, jó fejek, nem ő a szakács. Ugyanis. Tehát, hogy nem a szakácsnak küldöm a borravalót, nekem az tetszik, az szimpatikus, hogy a pincér ember számba vesz, nem lelöki oda az ételt elé. Figyelmes, leszedi gyorsan az asztalt, udvarias, ajánl bizonyos ételeket, próbál meg konstruktív lenni, tehát hogyha valamelyik étel velünk, azért ez elég gyakran előfordul, mert hogy ugye vegák vagyunk, hogy vannak bizonyos ételek, amik nem fekszenek, ugyanakkor meg a köret, meg a különböző kis dolgok adott esetben meg nagyon fekszenek. És akkor azt mondom, hogy köszönöm, a húst nem kérem, viszont a köretet kikérném külön, de találtam itt valamit. De jobb lenne az a rendszer, hogy automatikusan benne van, az nem jó. Én azt például nem szeretem, mert ott ne dönts el, hogy én akarok-e adni, vagy nem akarok adni, nem? Tehát ő automatikusan beleteszi, akkor nincs motiválva, hogy normálisan szolgáljon ki, hogy udvarias legyen, mert tudja, hát úgyis, hogy plusz 10%-ot felszámolunk,
azzal is lehúzzuk a vendéget. Tehát az se egy jó megoldás, aha, ahol automatikusan megy. Nem tudom, mi a jó megoldás. Akkor adjál csak, ha a pincér jó szerepel. Ennyi. Ha jó az étel, akkor azt fizest ki, mert az benne van a szakásnak a pénze, és ne adj, hogyha a pincér nem úgy szerepelt, ahogy te azt elvárod. Nem volt kedves, nem ajánlott dolgokat akármi. Ha mégis ilyen, akkor adjál 10%. Benzinkúton például ott hagytok 50 vagy 100 forintot? 200 forintot, mit tudom én, a számla 5380, akkor visszakérsz 120-at, 100-at kérsz vissza, ott hagyod a 120-at, milyenek vagytok benzinkúton? Hát 5800-ra. Nem, a 3000, mit tudom én, 3380 a számla, akkor aha, mit kérsz? 3004-ből, 3005-ből? 5-ből legalább. Figyeljetek, a műsor igen? miatt, emiatt a műsor miatt tőlem már sokszor nem fogadnak el borravalót, sőt jelzik, hogy melyik füzetet kell megvásárolnom ahhoz, tudjuk, hogy olcsóban tudjak takarítani. Nem hiszek, de tényleg így történik. Tedd el ezt a 20 forintot, hallgatjuk a műsort, ismerünk. Ne verd magad, ne verd magad plusz kiadásba. 15 pontot kaptál, ne adjál 20 forint borravalót, mert már 5 mínuszba vagy. Ott például mitől függ, hogy adsz vagy nem adsz? Ott nincs semmi. Odaadta az újságot, ki beütötte 13-as kút, beütötte, ha mondjuk te tankoltál, akkor az mitől függ? És például kinek adod? Jön az ember, megtankolja a kocsidat, de te bent fizetsz. Igen. Na, akkor visszafelé adsz 200 forintot az embernek. Én mindig adok. De a pult... Én a pultnál is hagyok mindig. Én ilyen kényszeres borravaló adó vagyok. Igen. Igen, én ilyen kényszeres borravaló adó vagyok. Ott is az udvariasság dominál. Tehát ugye nem a hanyas kút. Tehát ugye erre nem. Aha. De ha jó fej, aranyosan kérdezik, akkor igen, akkor még adott esetben akkor is lehúzhatom az ablakot, hogyha nem indokolt. Én a hundok, akkor is ott hagyok 20 forintot. Hát mondjuk hát, aztán nem tudom, hogy mennyi boldogságot akkor. Nagyon! Egy 20-asért. Hát most ha mit tudom én, annyi jön, de valamikor 100-as, tehát sokszor 20 forint, persze, hát most gondold el, ott átmegy rajta egy 100-200-300 ember, mindenki csak ott hagy 20 forintot, hát azért az naponta azt kiszámolod, azért hát, az nem rossz. Igen. Tehát az havi szinten azért abból elég sok jön, elég sok jön össze. Én azt szeretem, amikor nem fogadják el. Na, hogy nem fogadja el? Hát van ilyen, hogy azt mondom, hogy akkor mit tudom én, 1500-ből kérek szépen, na, és maximum akkor én ezért, és visszaadja. És konkrétan megaláz vele, visszaadja. Azt mondja, nem. Tudod így. És akkor mondom, hogy 1500-ből. Mm. És tudod így, na jó van. Tehát, hogy ilyen kellemetlen. Miért nem fogadsz el az 5 forintot? Hogy, igen, nem az 5 forintot. A rohadt életben. Hát milyen világ ez, már az ember nem adhat 5 forintot. Mondjuk 60-80 forint, és akkor tudod, így visszaadja. De miért adja vissza? Benzinkút, vagy hol? Igen. Visszaadja. Igen, mindig elteszik, hát ők imádják a borravalót. Abból élnek konkrétan. Kevés, volt, amit hagysz vissza. 60-80? Az a jó borravalónak számít. Hát ha 10%-ot veszed, akkor egy 20 000-es tankolásnál 2%-ot a benzinkúton. De mi köze? Dehogy is, hát a benzinkútnak nincs köze a 10%-hoz az étterem. Hát hogy nem? Meg egy forgalmas benzinkútnál, érted? Most hát miért adnál 2000-et? Ha azért a 2000 borravalót hagysz, nagyon jó arc vagy. Akkor nyitok egy benzinkútot, gyere már hozzánk. Gyere már hozzánk tankolni. 10-80 forint, ez 800, és akkor az csak abban az 5 percben történt, amikor te ott voltál. Tehát egy ilyen alá-fölé rendelt viszony, ő várja, te nem tudod, te adnál, nem adsz, elvárja, úgy fizetik, megsértőd. Az egész egy ilyen hülye rendszer. Egyébként most nem. Figyelj, most tankoltál egyet, és ott hadsz 80 forintot, 100-at, akkor miért nem nyugodt a lelkiismeret? De egyébként az jó. Persze. Ha ezért most ezen megsértődik, az már az ő baja. Ezért nekem nagyon tetszik az a rendszer, egy csomó kávézóban láttam már, hogy ugye külön oda van téve egy ilyen kis urnaszerűség, és akkor rá van írva, hogy köszönjük szépen a dolgozók nevében. Oda van rakva, és akkor ő nem veszi el ugye a borravalót, nem is fogadja el, hanem te szépen fogod, ezt beledobod az aprót. Amennyit gondolsz. Na, tényleg övék a borravaló, vagy le kell adni a borravalót szerinted? A szelje válogatja. Igen? Tehát például egy pincéri valóban, vagy szétdobják a személyzet között, vagy azt mondja a tulaj, gyerekek, hát szépen akkor ide a borravalót. És vagy például egy benzinkúton, ahol tudjuk, hogy mondjuk egy harmad fizetés, kétharmad borravaló, vagy fele-fele, ott még valószínűleg begyűjtik a borravalót is? Hát azt nem. Nem? Azt meghagyják ott neki? Ott nem tudod nagyon, mert most mész kifelé, és a tankoló embernek odaadsz 200 forintot. Nem tudod, hogy mennyi jött össze. Na ez is érdekes például, hogy aki kint van, az a bentiek borravalójából kap vajon? Tehát, hogy van egy olyan kollektív kérdés, tudat, ez van, ahol közös. Szétosztják ez éttermekben sokszor közös. Tehát ott megköszönik, bedobják egy közösbe, és a végén szétdobják. Szerintem aki tankol, az az övé. A kasszásé meg a kasszásé. Tehát én a benzinkutat így tudom elképzelni. Én például ez a csomag felvivés, ez esetok mit kezdeni? Hát ha most nem kell például fizetni a csomagért, ugye van már, amit átutaltál előtte pénzt, akkor most odaadsz neki 200. Nem arra gondolok, amikor szállodában, mint valóban megérkezel, megyünk, klassz nyár, valóban megérkezel, és jön a londiner, kikapja a kezedből, és tiről föl tudod, rácsap a csomagodra. Mi sose adjuk oda a Janival. Mire kettő, de nem, hát, általában újra, mire kettőt mozdulok, tudod én, már. Én mindig gondolom, srác, mindig gondolsz, miért nősültem? Fogd meg. Anya. Anya. De nincs nektek sokszor ez a szállodában toporgás? Leteszi a csomagot,
Még egy kicsit jó helyre tettem. Tudok még valami segíteni? Nem, köszönöm. Megtalálták a törölközőket? Igen, köszönjük. Papucsok is megvan. Tudod, és így ott állsz, hülye rájössz, hogy nincs apród, attól is befeszülök, és akkor gyorsan megpróbálsz valamit adni. Mennyit? Például annak adsz, én nem adok egy csomószor szemét vagyok. Aha. Igen? Ne, vegyél két kólát a minibárból is adod. Hagyjam oda a vízforralót. Én föl tudom vinni a csomagomat, de van a túlvezérelt londiner, aki kikapja a kezedből, ráugrik egy tigrisugrással, feltépi a liftet, és felrohan vele. Úgyhogy azért csinálja. Igen. Azért az 500-asért, amit te nem adsz oda. És akkor van az a... Van az a tessék? Külföldön se adsz? Nagyon banális oka van, általában nincs úgy apróm, hogy tudjak neki adni. És akkor mit mondod, hülyén állsz? Nem, I don't know, sorry. És így kilököd. És kilököd és bezárod az ajtót. Londinernek például ritkán. De utána mindig egy kicsit lelkiismeret furdalásom van. Jó, de csomagért mindig a szállodigazgató viszik el. Igen, úgyhogy még néhányszor fenékbe rúgom. Ti adtok a Londinernek? Persze. Mindig van ez a szemezős szakasz, amikor ez legyen külön téma. Szívesen szemezek a londinereken. Nem tudod, amikor letette a csomagot, és most van az a pont, hogy most eldől, hogy adsz vagy nem adsz. És egy pár másodpercig így nézitek egymást, az megvan? És ő is néz, te is nézed. És már mennek ide, még nem indul el, te már csinálnál maradsz, valami más, és egy pillanatra ott nézitek egymást. Nem? De. Te például adsz? Vagy te... Adok. Igen? Adok. Mi, te kiengeded a kezedből a csomagot? Hagyod, hogy más vigye föl, tényleg én rólad, ezt azt hittem, hogy te cipelsz mindent. Igen, ez a fura, hogy néha többet már viszek föl, mint a londiner, de hogy de mindig szoktam adni. És ha nincs hogy nálad? Hogy elég szemfüles, ha még talál valamit, amit fel tud hozni. És ha nincs nálad? Ha nincs nálam? Vagy nincs apród, akkor várj. Akkor leviszem a hátamon, hogy kompenzálom. Nem, van, hát nyilván ilyenkor azért szokott venni valamennyi apró. Zöldséges pék, tessék. Bennem ott is egy ilyen hülye kényszer van, hogy sosem kérem vissza a maradékot. Soha. Mondom, egy ilyen kényszeres borraval a dolgok, kivéve a londinert, mert az nekem nem megy. De például a zöldséges pék, soha. Naponta az ember nem adsz? Nem. Visszakérsz 15 forintot a zöldséges? Ha veszel egy pólót a boltba, nem. Akkor is ott hagyod. A boltba nem. Boltba nem. De zöldséges pék, ott mindig. Tehát nekem vannak helyek, ahol nagyon, vannak helyek, ahol egyáltalán nem. Most bemegyek és veszek egy pólót 3000 forintért, nem adod. Nem 3500-ből kérek. Például azoknak sose adom. Na, de a zöldségesnél hogy nyilvánul meg az előzékenység? Halász, neked nem a rohadtból adok, jó? Nem. Nem úgy, hát azt mondja, hogy 3750, és azt mondod, hogy 4-ből kérsz. Tehát ez nem egy borra való szakma. Tehát, hogy ez egy fura. Tehát, hülye vagyok, hogy én adok? Hát... Nem hülye, csak fura. Igen, tudod, ravaszul elrejtett a választ nekem... a kérdésem. Azt mondja nekem, hogy 3910, és nekem ciki visszakérni azt. Tehát én azért is adok sokszor, mert azt gondolom, hogy ne gondolja rólam, hogy én most ezt a 90 forintot tényleg vissza akarom kérni, mert én nem akarom. Aha. Érted? Te visszakéred? Nem én a piacon neki? Nem szoktam visszakérni például. Piacon ott hagyom. Mondjuk mamzinál vásárolsz, aki tudod, hogy otthon a kis kertjében a paradicsomot termeszt, és akkor az igen, de például ugye a zöldséget, hát franc tudja, ezt nem. Befelé lehet, hogy megvezet. Jaj, Feri, kérem, idén elvitt mindent a krumplibog, és elmész, ugye? Ezt is bebőrözte. Úristen, gyerekek, én most gyorsan lefutottam, hogy én egy hónapban mennyi pénzt hagyok ott, nekem ebből vissza kell vennem. Figyelj. Járok zöldségeshez, járok pékhez, megvannak a kis helyemen a kedvenc. Most fognak írni egy pára, nem a francot elosd az üzletünket, Jani. Hülye, hogy minden nap itt vásárol, lehúzzuk, ahogy tudjuk, hallod. Én nagyon sok ilyen adok, gyerekek. Zöldséges pék, hát nem tudom, ez így... Visszakérsz 30 forintot, ha mondjuk egy péknél fizetsz 600 forintot. Vissza olyan alapból, tehát hogy ő nem fogod kivárni. Na, de kicsit számít rá, hogy ott hagyd azt a 30 forintot, nem? Pékségben, szerintem nem. Én egy pizzafutár vagyok, sokszor van olyan, hogy gyalog felviszed a régi ház harmadik emeletére a pizzát, és kemény 5 forint borravalót ad. Pedig mi tényleg a borravalóból érünk, kérdezi Melinda. Na, például a futárnak mindig adok. Mindig, hát, ha kaját rendezni, mindig. Kell. Azt például én nem néztem soha, amikor emellett láttam, az nekem mindig ártól függetlenül egy kb. 3-500 forint, amit én náluk hagyok. Tehát ott mindegy, hogyha 3000 forintért rendeltél, 5000-ért vagy nagyobb társaság, mint kb. Az 500 forint, amit én ott szoktam hagyni. Azt egykor én postásként mondom, hogy nekem is volt olyan körzetem, ahol helyettesítettem, és csak 4 emeletesek, orbitális szívás tud lenni, főleg ilyen nyugdíjazáskor, vagy ilyesmi. Ja nem, mondjuk akkor nem is tévészámla, nem, de mondjuk amikor tévészámla volt. És képzeld, hogy ott van nálam 300 darab tévészámla, és mindegyiket be kell hajtanod, ugye eleve viszed a pénzt, és nem hozod, és mindig föl kell menni. Az nagy szívás, igen. Egyes lépcsőházba.
pedikűrös vagyok, a hétvégén zárás előtt 2 perccel beesett egy hölgy, hogy azonnal kell neki pedikűr, mert aznap esküvőre kell mennie. Bezártam a boltot, megcsináltam, kedvesen szépen nem siettem, 1 forint jattot nem hagyott. Kicsit rosszul esett, írja Alberta. Buszvezető vagyok, az 5 forintot is visszakérik, pedig a borravaló olyan, mint a fenéktörlés. Nem kötelező, de illik. De várjál! Szép. Buszvezetőként most nem akarom rontani az üzletét. Hát első ajtó felszállás, ott veszik a jegyet. Szerintem ne kérje vissza 5 forintot. Nem kérsz vissza, ez nem a borravaló kategória. Tehát, hogy egy buszvezető nem adsz borravaló. Nem azt nézed, hogy a borravaló vagy nem, hanem azt nézed, hogy tegye el azt az 5 forintot. Szerintem valószínű, nincs túlfizet. Én így gondolkozom. Ebből látszik, hogy hülyén vannak szabályozva az árak. Nem, tök mindegy, hogy mi az ár. 5 forintról egész beszélünk, tudom, most 10x5 forint az egy családban 50 forint, minden jön ez az SMS. Igen, 10x5 forint, 50 forint, ha most 10-szer ott hagysz minden második nap, vagy harmadik nap ott hagysz 5 forintot, se rokkan bele a család, 5 forint. Én az zöldségesnél se azért hagyom ott, mert jó volt a kiszolgálás, hanem mert nincs pofán visszakérni 20 forintot. Most ez lehet, hogy hülye gondolkodás. Tehát én azt gondolom, hogy ha visszakérem a 20 forintot, túl anyagias vagyok, ha meg ott hagyjam neki, érted? Tehát valahogy én máshogy gondolkodom. De nem kéred vissza, az visszajár. Tehát fizetsz 980 forintot, akkor neki le kell tenni, te odaadod az ezrest a pultnál, akkor neki le kell tenni azt a 20-as. Automatikusan rámondom, hogy köszönöm, képzeld. Tök, de hogy már Viki szól, hogy miért csinálom. És ilyen kényszeresen. Nagy kép is kötsz. Igen. Nagy kép. Még egy mandarin, Jani, most tartsa meg a 20 forintot. Ez zöldségesnél aztán az lehet. Még két datóját, egy avokádót, és tartsa meg a 20 forintot. Automatikusan mondom, hogy köszi. De holnap nem. Mi lesz? Semmi. Te egy ezres. Holnap újra jövök. Automatikusan rámondom. De hál' Isten, csinálják néhányan. Nem. Azt mondja, hogy a vasút tiltja, hogy borravalót fogadjunk el a vonaton, írja nekünk egy kalauz. Hú Balázs, ezzel a borravaló kényszerrel megnyugtattál, én is ilyen vagyok. A barátnőm meg sokkot kap, hogy én tartom el Pesten a pincéreket meg a pékeket. Miért kell bárkinek is borravalót adni, főleg a pincéreknek, akik sajnos nagyon elvárják? Mindenki a fizetésért dolgozik, ti sem kaptok, én sem kapok borravalót. Akinek ez nem tetszik, az keresen jobbállást, vagy aki nem szereti a fizuját, keresen jobbállást, írja Némi. Nem teljesen így van azért, mert hogy ők persze fizetésére jelenek, de van olyan pincér, aki még keres 60 ezer forintot, és azt mondja, hogy a tulajdonja többit a borravalóból. Balázs, holnap már csak tegnapi kenyeret kapsz, ha nem hagysz majd borravalót, írja a pék. Igen. És ez, de most ezt komolyan kérdezem. Derik írja, kutasként annó, ha csak 5 forint jattot kaptunk, akkor bedobtuk a tankba. Szerintetek ez egy jó irány? Szerintem, mert ha oda megy valaki, de várjál, oda megy valaki, és nem veti fel a pénzt, megkérdezi a kutas, tankoljon helyette. Oké, tankolt helyette. Akkor az embernek, aki oda ment, mondom, nincsen komoly akkor jövő, ne adjál semmit. Forintot, nem, dobja bele. Nem, 5 forintról beszél. 5 forint. De akkor ne adjál semmit. Én az, akkor ne adjál, tehát 5 forintot ne adjál a kutasnak. Akkor ne. Azt én is félreértem. Azt mondom, hogy tartsd meg. Ne alázd meg. Akkor ne adjál. Tehát 5 forintot ne adjon. Megtankolom, lemosom a szívét, akkor mondja azt, hogy uram, köszönöm. Tekintse úgy, hogy azt gondolja, hogy nekem ez benne van kötelezően a munkaköri leírásom, de ne adjon 5 forintot. Jó, de ez azt én is azt tudom, uram, tudja mi? A tankba, ez nekem... Én tudom, hogy visszaadnám. Uram, tartsa meg. Igen, jó, érted, nem, most oké, most bedobja a tankba, hogy ne. Picit akkor kulturáltabban lehet. De ne, tehát én az abból akkor a szempontból megértem, hogy ne, akkor tényleg nem kell semmit, ne adjunk már 5 forintot. Tehát azért az a szarágásnak a ne tovább, amikor 5 forintot adsz a kutásnak, és általában nem az ad 5 forintot, akinek nincs idős néni, aki azt, hogy tegye el aranyom, hanem az ad 5 forintot, hogy itt van 5 forint, tarts meg. Tehát, hogy annak nincs jó üzenete. Te eladjál semmit. Nem? Most a borravaló kategória például ilyenkor szerintetek hol kezdődik? Hány forintnál? Egy kutasnál? Uh-huh. Szerintem ma már 100-ast, ha megtankolja a kocsidat, ott kell hagyni. Ha most nincs apród, én 50-et adok, bocs, nálam, hogy nincs több, nyilván hülyének néz, persze, akkor most rohadt soha, persze. Feltűnően keresem még egy ideig. Nincsen. Szerintem egy 100-as az... Figyelj, megtankolja. Vagy akkor csináld meg. És akkor nem orogjál, hogy miért kell annyit adni. Én mindig tankolok, mert én egyiket szeretem nézni, mert van egy ilyen fejlővésem, hogy összegre, tehát igen, hogy nézem, és mindig szeretem összegre beállítani, de ez inkább ez olyan, mint nem volt számítógépes játékom, annak idején meg tudod. Ez olyan, hogy hadszózáról el a gázt, tehát ez a passzus túl meg. 3005 forint. 3005, akkor felmegynek 3005. Azért sem, mert sajnálod azt a 100 forintot odaadni a kutasnak. Én odaadom. Akik ismerek, azok tudják, hogy na, aztán plop, rám nem jellemző. Én már bocsánatot kérek akkor is, hogyha már néha utána számolok a borravalónak, hogy étteremben mennyit adtam. Zöldséges standon dolgozom, nem várjuk el a borravalót, szó nélkül mosolyogva adjuk vissza az 5 forintot is. Nagyon ritka, hogy borravalót kapunk, ha valaki rajta hagyja 20-30 forintot, azt meg is jegyezzük rögtön, mert kirívó esetnek számít, írja Lili. Lili, gyere, költöz oda, ahol én lakom. Minden este megyek. És arany lesz az életed. Boldoggá teszlek, zöldségesként, hogy hülyére keresed magad.
A városunk legjobb éttermében a pincér havi fizetése 17 ezer forint, csak a jadból élnek. Bali, ha elmegy a zöldségeshez, egy dinnyét kérek, kettő maradhat. Szólítsat a baleknak, nyugodtan. Abszolút gyönyörű. Édesapám 10 éve benzinkúton dolgozott, és nemrég rövid ideig ismét. A boravaló megközelíthetetlenül kevés már. Ők szétosztották a benti lányokkal általában. Ismerős, a minimálbére van bejelentve, amit nem kapnak meg, csak is a borravalót tarthatják meg, és azon a helyen mindenki így dolgozik, ez egy étterem, írja egy hallgató. Szóval ez is megdöbbentő azért, nem? Igen, nyilván ezt nem kötelező tudnod, tehát, hogy... Nem, nem. Ez a kártyás fizetés, én ettől is megőrülök. Kártya a fizetek. Most adsz kártyás borravalót, nem adsz, ha a kártyás azt megtartja a pincér, külön berakod, megkérdezed, hogy a kártyásat meg tudja tartani, sokszor mondják, hogy ne adjon borravalót, mert nem tudjuk megtartani, mert az egyből a tulaj zsebbe megy, akkor beraksz külön 500-at, tehát az is egy hülye rendszer, nem? Beraksz, adsz, nem adsz, nem? Hát akkor az ember ha van nálad egy 500-as pluszba, akkor azt nyilván odaadod, azt beteszed a vízébe a kis számlatartóba, az a legjobb egyébként, igen. Legjobb. De akkor rögtön tulajok odaadja nekik. Amikor csak lehet, kártyával fizetek, pont ezért, írja valaki. Ő egy elkerülős. Ő egy borravaló elkerülős, igen. Meglátszik, Bali, hogy nem minimál bérből élsz. Lehet, nyilván lehet, hogy azért kérik vissza, nem, máshogy gondolkodnék, nyilván, nem tudom, sokszor 5 forint, az lehet, hogy 50 forint, 500 forint, ez szerintem nem feltétlenül fene se tudja pénzkérdése, ez inkább egy ilyen mentális kérdés, de valóban ez nálam már egyfajta kényszeresség, én ezt elismerem. Igen, de te nem azért adsz borravalót, mert van miből, tehát, hogy... Én hülye ezt, vagyok. Hát figyelj, tehát, hogy... Figyelj, nálam, én bemegy a zöldséghez, hogy így tapsol. Ez az! Hozzád az a legdrágább! Megjött a hülye! Na most Balázs, ez egy kezeletlen biocitrom. Ez egy olyan avokádó... 2004 kilója. Csak neked most. Balázs, hoztunk 30 kiló zabot. Igen, és a gyereknek egy kis dattóját. Újságos vagyok, az 5 forintot is visszakérik. Üdvani. Na hát ez az. Na hát ez az. Mosógépet viszek házhoz, jadból élek, tudnék mesélni a gazdag smucigokról és a csóró jó fejekről. Hát ott, hogy nem pénzkérdés egyébként, hogy szerintem hát is inkább tudom, az ad, postásként, az ad, akinek kevesebb van, nem feltétlen az ad, akinek sok van. Igen. Szódavizet árulok, az 5 forint visszajáróért is tartja a markát. Ez anyagi kérdés, vagy elvi kérdés akkor tényleg? Hát el. Gondolkodás, nem? Nem hiszem, hogy az 5 forint az annyival kevesebbet tesz hozzá a családi költségvetéshez. Sokszor 5 forint? Igen. Na. Lehet, én elfogadom ezt is, az nem tudom. 50. Nem tudom. És ha még sokszorabb 500? Na. Tapasztalatom szerint a gazdag budai milliárdosok fillére visszakérik, a nyugdíjas 500 ezer forintot is ad, RP egy bútor szállító. Fodrászként dolgozom, nagyon megoszlik, van, akinek csinálok egy festést, vágást, 6800-ra kapok 8000-et. Volt olyan példa, aki az utolsó filléri kiszámolta úgy, hogy még 10, 20 és 5 forintos is volt benne. Nem mondom, hogy a boravalóért dolgozom, de azért az ilyen csessze meg. Mert volt nálam váltó, hogy visszaadjak neki, ne fillérezem, mert kicsit megalázó. Az átlag az kb. 3-500 forint, mint borravaló. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Hogy ugye ez utolsó adás, ugye? Elvileg, Afrikából jelentkezünk. Igen. De hát ez egy veszélyes hely. Ahova megyünk? Uh-huh. Ez most azért ott van elég sok minden, mindenféle túlzás nélkül. Akkor nem menjünk. Adjuk a... Hívjuk fel a Kolosi Pétert, és a rádió vezérigazgatót, és mondjuk meg, hogy hogyan az ezzel a baromsággal, gyerekeink vannak, hogy minek oda kimenni, hát normálisak vagytok, Péter, nem megyünk. Mondjuk, abban lenne rock'n'roll. Igen. Az tökös lenne, Jan. Főleg. Tökös. Ha a ködbéremre gondolok, amit akkor fizetem kellene. hogy annyi celebbel voltunk mi egy kicsit, nem azt mondom, hogy bántóak, mert szerintem nem, de talán egy kicsit csipkedtük meg őket, vagy martuk meg őket, hogy mondjatok kettő nevet. Aha, akiket még nem, és azokat bántjuk meg most. Akiket az utóbbi időben mi mondjuk egy kicsit megcsipkedtünk, olyat mondtunk, olyat mondtam, te bántottad meg, én mondtam rosszat, te is esetleg beszóltál. Így van. Celeb, fontos, és celeb. Te is. Én is, és aztán Balázs is. Igen, aztán megint a Balázs. És ha nektek nem jut eszetekbe senki, nézzetek rám, és eszetekbe fog jutni. Megmondom miért. Mondtok mondjuk két nevet, és teljesen váratlanul rájuk csörgünk.
Uh-huh. És olyat teszünk, amit mi nem tettünk meg soha. Uh-huh. Azt mondjuk, figyelj ide, kedvelünk, jó, hazudunk. Na, de jó vagy. De hogy is, egyébként a celebek nagy részét, egyébként akikről mi beszélünk, és akiket megcsipkedünk, mi kedveljük. És azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ki. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem tudjuk, hogy odaérünk-e. Nem tudjuk, hogy elveszünk-e Johannesburgba. Ki tudja, hogy ott Ebola, farkas, éces majom, beutazók, csádi bevándorlók. Szeretünk. Ne haragudj. Aha. Tehát, hogyha nem jönnénk vissza, akkor ne legyen tüske benne? Ne legyen tüske. Húzzunk ki két tüskét valaki. Akit mondtok. Itt a telefon, itt a telefonkönyvem. Akit mondtok. Kit hívjunk föl. Ki volt az? Hát aki nem volt, az egyszerűbb. Aki nem volt, de akkor keressünk. Nem tudjuk, mit csinál, nem tudjuk elérhető-e. Most mondunk két nevet. Volt valaki legutóbb is. Én esküszöm, hogy szintisztán jó indulatból mondtam. Amikor az volt a témánk, hogy ki mennyiért vállalna be valamit. Igen. És én azt mondtam neki, vagy azt mondtam adásba. Most ezzel remélem nem nyitom ki újra Pandora szelencét, hogy mennyire vállalnád be, hogy most Galambos Lajos beleül az orrodba egy hét nem fürdés után. Amit alapvetően egyébként... Én ezt kedvesen mondtam. Ez egy fikció. De basszus, nem akartam bántani. Ez egy fikció. Ugye? Ez csak így elgondoltam. Miért ülne bele a Lajos az orrodba? Mondjuk én ilyen fikciókra riadok fel éjszaka. És miért ne fürdene egy hétig? Csatakos homlokkal. A bulvár lehozta címlapon. Gyerekek, csak mondom. Van a sztárban sztár. Ugye? Uh-huh. Van. Hát gyerekek, minket azért felnégyelnének, amit ott a Hajós mond meg, a Majka mond meg. Azokat másnap címlapon hoznák, és országos balhé lenne, és jönnének ja, jó, ide de a rádió előtt. A kultúra, mi pedig mindennek az alja, ezt ne felejtsük. Olyan szinten mondanak előadókról dolgokat, hogy azt nem hiszem. Ha ezt mi mondanánk? Hogy... Miközben nem az eredeti előadó a lényeg, hanem... Igen, igen, most valami sertéses összehasonlítás volt pont egyébként. Mi kicsi dolgot mondunk, és óriási balhé van belőle másnap címlap. Ott olyanokat mond a Majka, a Hajós. Sem mondja, te meg nem, tudod? Kicsit mi azért így... Mert a Hajós biciklivel jár, te meg így van. Mivel járnál? A Lajos ezen megharagudhatott? Hívjuk föl, mondjuk nem. Meg neki, Lajos, nem úgy gondoltam, hogy egy hét nem fürdés után te beleülsz a Jani órába. Két hétre gondoltál. Egy alapvetően csak néhány nap forgott a fejembe. Jó, Lajos, hívjuk jó, a Lajost. Hívjuk jó, kérjünk tőle bocsánat. Gyerekek, én ezt tízig tudom csinálni, állítsatok le, nekem annyi ember van. De nem azért, mert valójában lelkismert furdásom van, csak ha bármi történik, ne maradjunk úgy meg, hogy nem jönnek el, vagy nem úgy, nem úgy gondolnak ránk vissza, hogy azért én ez három jó... Én nem láttam egyetlen címlapot, hogy Badon Jani beszólt valakinek. Persze, én mindig csak mindig azt mondtam, hogy Balázs, hogy engem igazából ez a dolog nem érint. Te szemét, mindig én viszem el a bajt, akkor azért te is nagyon osztasz mindenki, csak valamiért mindig én viszem el a balhét. És mindig én vagyok keresztre feszítve, karóba húzva. Hívjuk a Lajos. Aha, jó? Segítek. Röviden, szia Lajos, bocs. Kész. Aha, és leveszünk. Nem akarom. Gyerekek, ott van a Pataki, ott van a Vágó, ott van a Fási, ott van a Kozsó, ott van a Szabó Zsófi, a DJ Dominik. Én annyi nevet szedtem össze. Pokora jutsz. Én te szemmi tálad. Haló. Haló, Galambos Lajos. Lajos, keressük. Hello, Lajos. Morning Show, Balázs, Jani, Feri, hello. Jó reggelt. Hello, jó reggelt. A retyón ülsz? Na kezdjük. Nem, az autómban. Ja, csak olyan visszhangos volt. Nem kellett volna kicsit korábban felhívni, mondjuk egy másfél hónapja? Nem butánskodj. Azért gondoltam, hogy a retyón ülsz, mert olyan visszhangosodak, a kocsitban ülsz. Jó. De ezt hagyjuk, elresztük el ezt a szállat. Figyelj ide. Te drága ember, mi másfél hónappal ezelőtt mondtunk valamit, egyébként nem én, hanem a Feri. Szóval nem, na azért ezt a két hangot nem tudod összekeverni. Igen. Mi ma repülőre ülünk, és azért hívtunk föl, hogy ne haragudj. Én nem haragszom rátok. A kellemetlen az egészben az, hogy nekem gyerekeim vannak. Tanítom őket arra, hogy fürdjenek le, tudod. És akkor hallanak egy ilyet reggel a rádióban, nem értik. Én számukra egy példakép vagyok, tanítom őket. És nem vagyok celeb. Celeb az, aki saját erejéből nem lett senki. Ez egyébként tökéletesen így van. Én előadó művésznek tartom magam is, producernek, és nem celeb vagyok. Egy előadó, énekes, trombitás, szórakoztató, vagy amit akar. Így van. Azt gondolom, hogy ha te nem fürödnél egy hétig, vagy Feri, vagy senkit Jani... Senkit nem zavarsz, nem lehet. Nyilván humor volt, de állam ezt tender. Figyelj, Lajos! Nem, a gyerekek szempontjából kell gondolkodni, neked is persze, van gyereked. Hogy? Fogod látni ezt majd, hall is sok vagy minden. Meg látod most is, hogy mennyi kellemetlensége van.
utaltatok a sztárban sztára. Figyelj! Na hát ott, na hát én ahhoz képest... Én nem értem, hogy ezt miért kaptam. Én azért semmit nem tettem. És ez a műsor nem arról szól, hogy az eredeti előadót majd megfirkáljuk, nem arról szól, hogy tudják előadni a dalt. Kökény Attila a hat sorból négyet tudott megtanulni. Jó, azért hívjanak ők föl, csak mondom, na azért ma hívjon fel a azért hajós, hívjon fel a BM-t. Azért kérek elnézést, ha esetleg velem valami történik, vagy velünk, hogy nem maradjunk tüske és hozzá szegfű. Rádiót, na hallgatsz minket, de drága vagy. Érdeklődés hallgatok, és annak örültem, hogy a Kicsingy falu Mozgóteremén című dalt nem a Bugyizón énekeltem, amikor bejátszottátok, hanem az én volt. Na látod, hogy már elindult a bocsánat. Rosszul tudod, eredetileg ez a Balázs Fateri énekelt. Baromira kedvelünk, bármi történik, imádunk, szeretünk, jó? Gondolj arra, neked is van gyereked. Tudom, szóval szegény, elég teher vagyok neki. Nem azt mondom, hogy ettől még felkelt a nap, és hála Istennek semmi olyan nem történt. Kívánok nektek jó utat, érezzétek jól magatokat. Imádunk, szeretünk, jó? De tényleg komolyan mondom. Puszilunk. Okay. Vigyázz magadra. Sziasztok. Galambos Lajos, szia, köszönjük szépen. Ciao, hello, hello. Egy kipipálva. Tessék, egy kipipálva. Egy megvan. Erre az évre, meg is vagyunk. Jó. Akit még nagyon csúnyán. Igen, nagyon, de szemét ne szúrjatok hátba, ez egy kollektív bocsánat. Nem, akit igen. Nagyon csúnyán, rohadékok úgy árultak el. Akit aztán nagyon a sárba döngöltél megtapos. Most tudod, miért lesz szemét? Mert nem csak őt, hanem a gyerekét is. Érted? Na, mert elővettél egy olyan momentumot, ami ahhoz a gyönyörű, okos, kedves, aranyos kislányhoz kapcsolódik. Fási Zsülikéhez. Soha. A büdös életben nem bántottam Zsülikét, csak bejátszottuk a Hotel Silver. Így van. Amit ő énekel. Na, hát. De ő akkor hallotta egy stúdión kívül először, és nagyon rosszul esett. Jó, vezekelek. Oké, utolsó adás. Na, Fási Ádám, tessék. Fási Ádám, rohadjatok meg. Na, ezt kinek üzentem? Na. Gyerekek, higgyétek-e, minden sztár azt mondja, nem engem a gyerekemet. Persze, persze. Fási Ádám. Ó! A mester! Balázs, Morning Show. Jani Feri. Ádám! Szia, hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó az irány! Jó az irány! Jó tovább! Ádám, mikor zavartunk éppen? Mit csinálsz? Most kávézok pontosan, emlékeltem. Cukorral, tejjel, hogy iszod? Hogy iszod? Mit vigyek holnap reggel? De jó, hogy most nem a retyóval kezdted. Én féltem, hogy a budin ülsz te is, mint a Lajcsi. Igen, ez... Hát ő, ha 10 perc előbb hírszakkodik, vagyok. Minden embernek működik a rendszere. Ádám, figyelj ide. Barátom cimborám. Azért hívtunk föl, mert most vezekelnem kell. Vezekelnem kell, mert nagyon sok olyan embert, akit egyébként nagyon kedvelünk, esetleg olyan úton, módon vettünk mi a szánkra, hogy az adott embernek rosszul esett. Mivel mi elmegyünk Afrikába, 9000 kilométer messzi vidék, nem fehér embernek a szó legszorosabb értelmében, nem szeretnénk, ha általunk kedvelt celebekben ez tüske maradna, és azért hívtunk, hogy azt mondjuk neked, ti is, nem így van, minket, sajnos minket is belerántott ebbe a dologba. Nem tudod, hogy mi nem mi voltunk. Hogy ez rajtunk soha nem múlva. Bármit mondtunk, bárhányszor beszéltünk rólad, említettük a Hotel Silvert, téged, a mulató zenét, nem, már nem soha milyen összefüggésben. Szeretünk. És ne haragudj. Mondd ki a szót, hogy... Ugye, én soha nem haragszom, nyugodtan csak csipkedjetek és verjetek össze szavakkal. Ezen nincs semmi gond. Kislányomat ne bántsátok. Na. Hát Zsülikét nem, egyszer csak bejátszottuk egyszer a Hotel Silvert. Igen. És azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy... Hát, gyerekeinket ne bántsuk. Ez igaz. Tök jó, engem igazán. Lehet. Jó, hát téged meg nem. Szabadon fogunk. Kéknevű magas, kövér, alacsony, minden vagyok, reket. Dehogy is, imádunk téged is. Nincs semmi gond vele ezen, nem... Én nem maradszom a csipkedődnek velem. Őrizd meg bennünket úgy, hogy azért te kedvelsz minket, jó? Miért mi javítunk a karmánkon. Tessék? Miért? Mit csináltok? Eltűntek az országban? Ne reménykedj. Ne reménykedj, visszajövünk. Elmegyünk egy hosszabb kiküldetés, és gondoltuk, hogy akkor kicsit most is spontán vezeklünk, és fölhívjuk azon celebjeinket, akiket mi azért itt az évek során kicsit így megmartunk. Jó? És hát te is közte voltál, úgyhogy... Kedvelünk, imádunk. Marjatok, annál jobb a brandépítés. Ezt akkor én fölvettem, és be fogom játszani bármikor, amikor szóba jössz, hogy erre te felhatalmaztál minket. Igen, jó? Nincs semmi gond.
Vigyázz magadra! Jó? És áldjon meg az Isten benneteket. Áldjon meg a jó viszont, Isten. Viszont, viszont, viszont. És Zsülikét puszíjuk, és csak így tovább. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra, Sziasztok! Szia! Csak így tovább, te rohadék. Tessék, DJ Dominik vagy Kozsó? Dominik? Kozsó? Kozsó. Te mit a Dominikot mondod? Mind a kettőt. De ne, nem akarok. De. Még itt a Bodzoli is hozott egy csomó minden állatot, na. Meg itt a Benny közben. Gyorsan. Gyorsan. Kozsó. Bárkony Attila. Mi DJ Dominiket keresjük, akkor bocsánat. Én lennék pont ugyanaz. Ja, na, jó Balázs van. Morning Show, hello. Szevasztok, jó reggel. Itt a Jani, itt a Feri is. Féri, miért? De miért rontom el azonnal? Egyszer bocsánatot akarunk kérni, de azt is úgy, hogy közben. Drága Attila, figyelj ide, nem gondolom, hogy minket hallgatsz, szerintem van jobb dolgod, de hogy mi elutazunk Dél-Afrikába, bocsánat, élőadásban, nem is mondtam, csak így rátörünk hirtelen. Szevasztok, és hello. Bocs, hogy nem mondtam, élőadásban van. Mielőtt valami kicsutod, hát profi vagyis, én nem fog. És felhívunk egy-két hírességet, nem mondom, hogy celebet, mert a sokan bántónak érzik, te sem vagy az, akiket mi azért az utóbbi pár évben egy kicsit megmartunk, megcsíptünk, emlegettük őket, és hát te is közte vagy. És azért hívtunk téged föl, hogy ne adj Isten esetleg bármi történne valunk, odakint messzi világba megyünk, zordvidék az, hogy bocsánatot kérünk tőled is. És úgy gondolj ránk vissza, hogy azért ezek jó srácok voltak. Megtették, amit megkövetelt vagy a hát haza. Nem voltak jók, de legalább utána bocsánatot kértek. De srácok. Igen, de srácok. Igen, de legalább bocsánatot. És rengetegen küldték a te nevedet is, hogy igenis tőled is. Mert hogy a hallgatói küldik nekünk a neveket, akiket ugye mi hívjunk föl, és te is közte voltál. És ezen felül picit tartunk attól, hogy esetleg Afrikában megtűz minket a nap, és hogyha esetleg a kobakkendő szállítódnak a címét meg. Nem, hogy érted, javítok a helyzetet, dolgozom rajta, ezzel erre bevered a kobakkendőt. Attila, veszél lapot, nem kell tőle tartani. Hogy elfogadod ezt tőlük, mit mondasz rá, ránk vágod a telefont, mit mondasz rá? De hogy vágom rátok a telefont, egyáltalán nem. Egyébként én szoktam hallgatni néha a műsorotokat, ma is volt egy fél óra, amikor emlékeztetek a 70-es, 80-as évek ebédjére. Igen, hogy mit hallgattak a szüleink a konyhában, abszolút, igen. Szívem egy vándor cigány és társai, úgyhogy abszolút. Rálad a kezdben, mi? Na jó, akkor rád is úgy gondolhatunk vissza, hogy de jó, már őse. De jó, már... Én, már ez én még nem én volt. Én akkoriban, nem, már őse, de akkoriban se igazán. Tehát amikor szóba kerültem, és emlékszel arra a kis tortás kendős jelenetre, én azt komolyan gondoltam, hogy... Tortás kendő, segíts, igen, mit hát meg... kaptunk ajándékot. Tudom, küldtél, és én mondtam rá valami rosszat? A születés, nem, akkor nem. Ja tényleg, te küldtél? Akkor nem. Tényleg, de helyes voltál, te küldtél a születésnapunkra ajándékot, igen, tortát, kobakkendőt, egy csomó mindent. De Balázs nem beszertes. Kapott névre szóló kobakkendőt. Bizonyán. Igen, jaj, meg is van, azzal alszunk. Én még emlékszem, mondtam is, hogy milyen jó arc vagy, hogy azért téged megmartunk, de veszed a lapot, és egyébként közben még ajándékot is küldesz. Milyen jó lenne, ha a hazánk kicsiny, sokszor kissé száraz, humortalan celebvilága egyébként így működne, mint Amerikában, hogy mindenki veszi a lapot, visszaszól, röhög egyet, és nem ilyen vérig tartó, ilyen hülyes sértődés és a mindenből. És azt is mondta, hogy Jézusom, puncs utálom. Igen, és szétkentem az ablakon. Igen. Na jól van, szóval... Nem csokit küldtük. Igen, szóval igen. Kedvelünk, szeretünk, jó? Csak ezt akartuk elmondani. Köszönöm szépen, nagyon vigyázzatok, tudom, hogy mentek Afrikába, úgyhogy óvatosan mindennel ne egyetek meg bármit. Igen. Nem európai gyomornak való az, igen. Köszönjük, drága vagy, vigyázz magadra. Nagyon szívesen, szevasztok, nagyon jó. Köszönjük, DJ Dominik, Várkony Attila, köszi, ciao, hello. Nagy kalappal, bocsánat. Hagyd abba. Tényleg hagyd abba. Miért írjátok ennyien a Kozsót? Ezt most komolyan nem értem. Én nem bántottam. Aha. Hát ki? Hát. Sok SMS kaptunk. Igen. Jó, utolsó. Sok SMS kaptunk. Ugyanarról a számról. Most azt hívjuk. De mi, hogy zed ki, és így letérdelteti Lady Gagát, és bepereli, és Lady Gaga rettek, ha meghallja ezt a nevet Amerikában, hogy zed ki ezek? Hát ez nem bántó, hát ebben semmi nincs. De akkor zed ki-től kell elnézést kérni, nem Kozsótól. Mi kérjük meg, hogy a Kozsót adja zed ki. Így van. Skizofré. Tessék, ő is pici skizoid, de az a, hogy paranoid skizoid. Halló. Halló. Jó reggelt, mi a Kozsót keressük, nem tudom, jó helyen vagyok-e. Szia, Kozsó vagyok, hello. Kozsó, nem ismertem meg a hangodat, hello. Hát mert most mutálok, tudod. Ja, azt hittem, hogy nem ettél elég rosszat, és te is a budinősz is kicsit. Kozsó! Na, a nevetés, jó. A nevetés a régi. Kozsó! Jó van. Hello, Kozsó! Köszöntöm a hallgatókat. Szia. Élőadásban, mit csinálsz éppen?
Hát most befejeztem a reggeli biciklis edzésemet, kint voltam a Dunaparton, tekertem. Ja, de semmi, csak. Figyelj, most Kozsó, mi? Figyelj, drága Kozsó. Nagyon sok mindenkit fölhívtunk, és a te nevedet is küldik folyamatosan, hogy még tőled is, mielőtt mi elbúcsúzunk, és áttesszük székhelyünket majdnem két hónapra Dél-Afrikába, hogy még tőled is utoljára. Elnézést kérjünk, hogy bocsánatot kérjünk, és elmondjuk, hogy mi azért itt a Morning Show-ban téged is nagyon kedvelünk. Ha bármilyen elhangzott veled, vagy partnereddel, Zetkivel kapcsolatban, bármi olyan, ami sértő volt, dehonestáló, bántó, akkor azt kérjünk, hogyha itt lennél most, nagyon megszorongatnánk, és téged is nagyon kedvelünk, és ne haragudj ezért. Komolyan? Komolyan? Tényleg? Halló? Ez megint valami. Nem, semmi. Az ég egy adta világon. És ha beszél Zetkivel, neki is mondd meg mindenképpen, hogy ugyanezt gondoljuk róla. Én nem haragszok egyébként. Van egy jó stílus, amit felvetetek, ami tökéletesen működik nektek. Egyébként, úgyhogy ez ennyi. Tehát Amerikában erre külön műfajok rendetkeznek. No, végre valaki a kedvencemet mondja. Sajnos mi még nem jártunk arra Zetkivel. Utálok Amerikával példálózni. Azért természetesen, hogy méltassák is azt, akit egyébként egy kicsit kicikíznek, de ez a legtermészetesebb dolga. Egyébként én is, mindegy. Én nem szoktam megbántani embereket, de amikor azt is csináljátok, azt néha valóban bántóan csináljátok, de egyébként meg ettől jó. Hú, nagyon fura a hangod, veszed a beszélgetés? Rögzíted? Kicsit olyan, mint a... Igen, mint abban a szólna a rádió egyszer. Nem veszem a beszélgetést. Most tök őszintén hívunk végig mindenkit. Hogy mentek ki Afrikába, én is voltam kint jó néhány évvel ezelőtt, pont a dél-afrikai részen, ott szálltunk le, és csodálatos. Úgyhogy kemény lesz, az biztos. Kemény lesz. Nem nektek, hanem a versenyzők. Hát nekik még keményebb, igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy így gondoltatok rám. Igazándiból még mindig nem értem a lényegét. De... Nem is kell. Ez már olyan reggel, hogy ma a gyerekek, itt senki nem ért semmit, mi se, de hogy kedvelünk, szeretünk és pucilunk. Igen. Jó? Nagyon szépen köszönöm, és én is ölellek és puszilok benneteket, a lelkem rózsakertje most fölvirágzott. Ez az igazi Kozsó, ez vagy te igazából, így van. És ráadásul úgy gondolja, hogy nincs is miért bocsánatot kérünk, úgyhogy sztorna. Felejtsd el az egészet, dehogyis. Kozsó, imádunk, jó? Vigyázz magadra, és add át Zetkinek is, add át, hogy őt is. Jó, csáó! Kozsó, hello! Ez az, látod, milyen rendes volt. Tisztán állok az úrszín előtt. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Ez volt már a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.